open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 16 perccel. Hello, Jani! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, sziasztok, én vagyok a Feri. Sziasztok. Oké, jó. Ferenc még ne kiabálj, mert Ferenc valószínűleg alszik. Igen. Tehát Ferenc nagyon alszik. Ő ugye tegnap a Harley Fesztiválon bizony, volt. Bizony felléptek, lehet, hogy még most ebben a pillanatban is kiabálnak föl neki a színpadról, hogy most azt jársz, de bont to me by two. Dédúr, Feri, dédúr. Igen, szóval hát, ja, Ferinek ma kimenője van. Igen. És hát ez jó. Hát nem várhattuk el. Nem várhattuk el tőle, hogy bejöjjön, akkor már reggel úgy, hogy valószínűleg még hajnal kettőkor még ott ropták. Hát a főzenekar tegnap ugye az ő színpadukon, mert ott is vannak kis, meg nagy, meg nem tudom, hogy közepes színpadok, a Bill kapitány volt, meg az ő nagyon jó kis bandája, egy csomó kőbányai rockzenésszel felvértek. Így van, hát ez zseniális egyébként. És utána léptek még föl. Nem, ők az utolsók, dolog. Ők az utolsók, igen. Majdnem egyedül vezettél műsort, nem tudom, hallod a hangomat. Én nem tudom, ma elmegyek dokihoz, eldöntöttem, vége. Na majdnem egyedül, meghallgattalak volna, mondom, rádírok egy SMS-t. Kirúgattam volna magamat. Nem, amikor két esélyes volt a dolog, mondom, vagy összekapom magam és bejövök, vagy mondom, írok neked, hogy te is engedd el, és akkor zenélünk. Csak most, amilyenek a frekvencia körüli körülmények, meg az egész, mondom, itt egy délelőtt zene megy, nem vagyunk. Sok zenével megoldottam volna a dolgot. 11 órakor már vége a pihenésemnek, mert akkor... DJ-s kuló nyomott volna egy olyan szettet, hogy holnap már nem kellett volna jönnöm. Igen. Nem tudok, egyszerűen nem tudok kikecmeregni belőle, szóval, hogy megint, most már elmegy dokihoz, ráz a hideg, tudod, köhögök. Köhöglésült. és egy ilyen magzatpózban. Véres a szám? Ne. Igen, mióta vért köpök, jobb egyébként. Szóval egyszerűen, én nekem nem volt ilyen hosszú betegség hullámom, és nem. Mi a fene lehet az? Nem tudom, szerintem így körbe-körbe megy, így adogatjuk egymásnak. Nem tudom. Hepatitis? Igen, ebola. Nem tudom, ma eldöntöttem, hogy van egy nagyon jó házi orvos, és elmegyek, mert ugye van a vírus, ami vírusnak indul, de nem jó az antibiotikum, de annak szövődménye van, és már ilyen légcsőhurutszerűt érzek, az ugye már viszont akkor már lehet antibiotikum. És megmondom, hogy írjon valamit fő nekem, mert most már igen van. Baj van. Fáj a torkom, belenézel, piros? Megnézel? Megnézem. Na várjál, adok elemlámpát. Nézd meg. Milyen a torkom? Itt az elemlámpa. Egy valamiért bevaszorulva egy. Van egy matchbox, egy hajtű és egy kínai evőpálcika. Na? Doktor úr, életben maradok? Pircsi? Milyen? Tűzős? Be van szorulva a mandulád mellé egy törött krekpepa. Két matrioska baba és egy kis mozdony. Nem, itt láttál, Piri, kicsit, Piri. Figyelj, tényleg nem az. Nem? Most értem, hogy nem akarsz jönni holna. Nem. Tudod, hogy a múltkor is beküzdöttem magam. Nem, semmi? Jó fej vagy, így van. Be, én nagy harcot vagyok, nagy harcos vagyok a lelkem, én egy nagy harcos vagyok. Hát pedig biztos készült volna felé is egy 92-es hahotám. A John Legendet hallgattam, én szeretem ezt a számot, és kilélegeztem, belélegeztem, ültem a kocsiban, és azt mondtad, hogy bajnok. Mondtam magamnak, menj be, bajnok. Szedszéd őket, bajnok. Rád várnak, bajnok. Nem veheted el. Nem veheted el őket magadtól, bajnok. Menj be, képes vagy rá. Döngettem kicsit a mellemet, kiabáltam a kocsiban, néni nézett, aki pont jött. Fölültem, és beindultam a rádióba. Aztán neki mentem az üvegajtónak, mert nem láttam, hogy itt van. Igen. Pár szintén Feri point. Felloptam a hangulatot egy műeséssel. Úgyhogy nem tudom, de kijövünk belőle igazából. Már tegnap éreztem, délután, ahogy tudod, van az, amikor ilyen kicsit ez az ízületfájdalom, hidegráz, tudod, olyan nem jó a bőrödben lenni. És akkor nekem van egy ilyen nagyon jó koktélom, ez az aspirin, nagy adag C-vitamin, forró víz, bazerit. Ebben mindig beleülök. Ez nagyon segít. Igen. És fényel Jägermeister. Igen, és egy kis gépzsi. Na, következő csinálom vele. Nem, még úgy tegnap csináltam a gyerekeknek egy jó kis málnatúrmixot, képzeld el. Miből?
Eperből. Friss eperből. Tettem hozzá szőlőt és egy kis marakuját. Nem, láttam egy nagyon jó receptet, hogy kókusztejből csinálják meg, nem igazi teje. Kókusztej, egy pici lime és málna. Két dolog, nem volt kókusztej és lime. Úgyhogy... Úgyhogy minden más. Az internetes és a recept is eltűnt valahol. Kiderült, hogy a turmixgépet a Viki elrakta, nagyon messzire, mert a gyerek mindig belenyúl és pörget, és ugye abból ilyen kések állnak ki. Úgyhogy... De van teteje egyébként, ha rárakjátok, hogy tetejét sokkal kevésbé veszélyes amúgy. Kézzel leszedi. Másfél éves, és egész jó agya van. Nem rám ütött. Ez a gyerek egész okos. Igen. Már most okosabb. Már most okosabb, mint én. És aztán elmentem kicsint esemet pihentetni, de nem sikerült. Nem ennyire kikészített egy turmixnak a készítése? Nem a turmixnak. Nem a turmixba mentem szét. Azt mondja, valaki, rossz a klíma. Nem ment klíma. Nem ment. Hát melegszik a klíma, de hogy nem annyira rossz. Igen, nem rossz a klíma. Egyébként egész jó helyen lakunk. Este már hűvös van, szóval nem. Szerintem ott nem lehet panaszkodni a klímára. Igen. Picit ezek az özönvízszerű esőzések, ezek megbonyolítják a dolgot egyébként. Nem hiszem, hogy a klíma miatt van. Nem adós betegség lenne? Az micsoda? Hát, hogy ilyen, hogy hívják? Hogy ilyen franciául beszélek, és nem akarok hazajönni. Igen, jössz, mész, és az nem bírod az algírokat. Mindenkire lövök, aki mozog. Csak novemberig bírt ki balik össze. Ja. Nem a vírus kemény, te vagy csicska. Na ez a jó, ezt mondtam egyébként én is magamnak. Egyébként így van, hogy már egy nyomorult vírus, ami egyébként szemmel nem is látható, legyűrjön. Egy bajnok, jó, hát azért az eboláról is tudjuk, hogy azért csak mikroszkóba látod, de azért leterített már egy-két lába, azért kiordott egy bolát, két bolát is kiordott. Múltkor fekete pest is sem volt. Igen, múltkor halomra zabáltad magad tavával, és semmi bajod nem lett. Na mindegy, ennyit magamról, jó. Minden oké, jól vagy? Minden rendben van, minden a legnagyobb rendben van. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy amit majd látok fent a Facebookon is, van bocsánat, hogy így most írtam, nem kezdek el témázgatni, de mégiscsak fontos dologról van szó, hogy holnap véradás lesz itt az Üllői út 102 alatt. Én most kipipáltam mindenkit, magam. Már milyen tekintetben? Hát, hogyha nem vagy egészséges, nem adhatsz. Én ezzel szerintem ezzel engem holnap elhajtanának. Ez is igaz. Egészségesnek kell lenned, ez fontos. Így van, egészség nem. Nem kell egészségesnek lenned, egészségesnek kell érezned magad. Ezt olvastam a honlapjukon. Ja igen, hát ez egészségesnek kell érezni magadat. Amúgy pedig tökéletesen igazad van, tehát egészségesen kell jönni. Nagyon fontos az, hogy már 50 kiló feletti testsúlyra kell rendelkezni. Én már itt elvéreztem. 65 évesnek nem szabad lenni, de már 18-nak el kell, hogy múljál. A mindenféle ilyen piercingek, meg tetoválások azok nem számítanak. Tehát, hogy miért, ha van egy magpiercingem, megnézi Irénke, nem mondná, hogy önvörös kereszt és egy mag... Megnézi, de nem kizáró. Van két magpiercingem, most tettet kíváncsi vár őket. Most egy picit már, így amúgy is belefásultak ebbe a véradásba, de most felpörögtek, hogy hallották. Ilyen szigma nincs, biztos, megnézhetem? Na, azért én csekkolnám, hogyha lehet letolni. De miért nem lehet piercing? Miért még kell kivenni? Tehát más a vére, amit leadok? Nem. Ha fél évvel korábban történt az esemény, tehát akkor rakták be, akkor nincs semmiféle probléma. Aha. Tehát például Feri nem adhat vért, mert ugye két hetente rakott magára valamilyen divattetkót, és akkor emiatt szerintem ő most... Hát még a divat kiesett. Lenne. Ja. Már divat volt a 60-as éve. Nincs jobb azt megmarni, aki nincs itt. Igen, valamikor hiszem, hogy igen, neki. Már most rázza. Nézzét, már hogy hívják a búzás, hogy most hallom fel, téged cinkelnek, ez is biztos, hogy kikérni magamnak a pénteken vissza. Ja, biztos, persze, biztos. A lényeg, hozni kell magatokkal egy lakcímkártyát, nagyon fontos, személyigazolvány, nagyon fontos, és a tajszámotokat is tudni kell. Nem kell a tajkártyát hozni, elég, hogyha síróból mondjátok a tajszámot. Tényleg? Na, de hallod, lazul a vörös kereszt. Régen, még ha nem volt ott a tajkártya, nem adhattál. Most már csak bemondod, akkor adhatsz. Lazulnak. Persze, jön neki tízé rasztaljal a góriás trombitát. De a legfontosabb, hogy nyertünk vagy nem nyertünk, engem csak az érdekel. Megvan vagy nincs. Hátradőlhetek, és azt mondhatom, hogy szép volt egy újabb díj, vagy óvnom kell, perelnem, fenyegetnem, és verő embereket küldeni. Díját adom. És? Jelöltek voltunk, ugye? Jelöltek voltunk, sok más egyéb nagyon... Szóval sok más egyéb előadó. Sok más egyéb előadó. És amire számítani lehetett, hát ugye a kis grófó, a Buli Báró valami egy hatalmas sláger lett, ugye az elmúlt év egy legnagyobb slágere, irgalmatlan nézettséggel. Lenyomott minket a Buli Báró? Bizony, videó megosztó portálon, vagy a legnépszerűbben, és le is nyomott minket. Hát ez nem szép. Pedig üzentünk a kis grófónak, hogy lépjen vissza. Igen, ez egy korrekt visszalépés lett volna egyébként tőle. Ez szerintem jó fejség lett volna, mindegy, tőle függetlenül még jó fej, meg nagyon népszerű, meg nagyon helyes, meg nagyon rendes gyerek. De hát nem sikerült megszerezni a második annyit. Helyet, meg nem nagyon. Igen, nyerhet még annyi, nekünk viszont ez egy díjunk van. Már nem ebben van. A kategóriában, mert sztori díjból van egy csomó, de... Hát ez jó, hát most mert tudod, hogy ez mennyit ért. Persze. De hogy... ja, elcsöppentem. Kicsit hálamjön az orrokban. Reggel még vér volt, most megnézem, mi ez. Milyen kocsinál. Na, és hát elbuktuk. Szóval nem nyertünk. Nem sikerült megnyerni a fene egye, meg nem baj, velünk van a hallgatók szeretete.
meg megbecsülésen. Az, hogy a Super TV2 közvetítette, az már nekem jelentett valamit. Hogy? Hát, hogy mi lett volna a nyerünk, érted? Hát biztos csatorna kompatibilisnek kell lenni, vagy függetlennek, vagy TV2-snek. Kisgrófó független. Mi nem vettük volna át ezt a díjat, mi kiblőrözték volna a fejünket. Hát, ahogy? Hogy lett volna? Azt hiszem, azt mondani, hogy a Super TV közvetítette, az már nálam egyet jelent az, hogy legalább 20 ember látta. Mert nem fértünk volna oda, nem mehetünk volna oda. Nem, ráadásul egy műsorúságban el volt egyébként valahogy így tájolva egy kicsit a dolog, és mire oda kapcsoltam, már gyakorlatilag már vége is volt a diátadónak. Nem tudom, hogy nagyon ügyesen gyors sikerült volt összerakni. Aha, gyors volt egy kicsit. Valami zavar volt ott az erőben, aztán nem tudták nagyon belőni, hogy mikor is kezdődik, mikor is lesz vége. Aztán mondom, mire oda kapcsoltam, már valami teljesen más ment, hogy nagyon örültem neki. Na jó, hát akkor sokról nem maradtunk. Nem. Jó, nem, tudod, nem, ez nem, a nem nyersz, akkor jó, biztos persze, nem, jó, nem is volt. Nem is akartam nyerni. Egyáltalán nem. Örüljenek, hogy ott voltunk jelölve, nem? Ezért futottak, nem is gondoltuk komolyan az egész. Mit ismétlünk, Zsül? Egyem azt a drága csöpp kis szádat. Hát, egy, akinek van gusztusa hozzá, nézni, mennyire. Azt mondja, hú! Mi van? Semmi. Leültél valamiben? Vagy most húzod? Nem, most húzom ki a matchboxot magam. Nem. Képzeld el, ugye meséltem tegnap arról, hogy drónoznak a kertünkben. Bizony. És ezt most meg is ismételjük, vannak fejlemények, de majd elmondom. Jó. Ne előjünk el az összes puskaport. Persze. Tartsuk még szárazon. Így van. Tartsd szárazon a puskaport, és dicsérd az urat, ahogy annak idén Cromwell vasbordájai mondták. Így van, láttam már, ez jó debil műsor lesz megint. De én szeretem. Milyen műsor? Ja, ez? Melyik? Mi? Hol? Kicsoda? Na, drága hallgatók, szóval a lényeg. Egyrészt írjátok meg, láttátok-e Ferit? Így van. Hol? Milyen állapotban? Hason vagy háton így feküdt? Tettek-e rá vizes lepedőt? Így van. Behúzták-e valami bungalóba? Megmarta-e a reggeli harmat? Írják, hogy láttam Ferit egy vízibiciklin gitározni Tihany felé. Ez Robertok küldte. Írjátok meg nekünk, akár a fantáziátokra is hagyatkozhatok. Egy Gibsonnal evezett éppen át szántóra. Legyen úgy, hogy mintha Ferit láttam volna. Igen. Jó? És utána tegyetek elé vagy mögé valamit, jó? Jaj, mintha Ferit láttam, most írjátok le, hogy mit láttatok. Jó? Jó, aztán ezeket természetesen összegyűjtjük, nekik kinyomtatjuk, és holnap odaadjuk, hagyj örüljön. Így van, tegyük boldogá Ferit, holnap megérkezik. Szóval ez az egyik feladat. A másik, hogy jelentkezzetek játékra. Jó, fogalmam nincs, hogy állunk egyébként. Szerintem 2-1 ide. 2-1-2-1-re megyünk. Jó, 2-1-re megyünk. Hát akkor ma behúzzuk, akkor... Szerintem az nem olyan rossz. Akkor Jovi Jasper van. Hát akkor bizonyám jók vagyunk. Hallgatónak ettől. Ja, bocs, mi van? Most mi? Csalsz? Igen? Vitatkozol velem? Hogy az élő adásban? Na, nyomj egy kompot, aztán menjünk ki, boxoljuk le. Ha mondom a 2-1 nekünk, akkor 2-1 nekünk. Szóval, hogy a hallgatók vezetnek. Ez viszont nem jó hír. Nem, egyáltalán nem. Ennek nem én szeretem a hallgatókat, de azért mégsem nyerének már. Szóval, drága hallgatók, akkor vissza az egész. Ha ma behúzzátok, akkor elpocsisztatok minket. Bizonyám. Ez így sokkal jobban hangzik, mint amit az előbb mondtam, úgyhogy ez törőjétek. Ja, jó, én kérem is majd a hétvégén. Vagy popsiznának? Hát, jó, és ez. Szóval, ha ma behúzzátok, akkor nyertek, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Jó? Ez a lényeg. Na, jó, ha menjünk, már megbudjon a joghurtot. Az is igaz, nekem meg bekeverem az aspirinemet meg. 2 perc, pontosan fél hét, mutatjuk velünk, mi történt tegnap. Elmeséltem egy sztorit, hogy mit kell olyankor csinálni, ha drónok repülnek. Drónok repülnek be az ember kertje fölé. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a játékkal, a hírek és az ismétlés után. Tegnapi adás legjobb pillanatai. És azon gondolkozom, hogy vajon ki lehetett? És egyébként rájöttem, hogy tök jó kaland átrepülni más kertekbe. Hát, kicsit napot, ugye ezt látod valószínűleg egy képernyőn. Nem? Tehát az irányító, ha már nagyon menő, akkor már a joystick irányítója, már van egy kis kamera, amivel lehet, hogy zoomolni is tudsz, tehát ott kint napozik egy-két háziasszony, a sertepertelés közben. Azért rárepülök drónnal. Hát, szerintem mindenképpen érdemes lenne. De lehet, hogy nem erről egyet volt szó. Hanem? Nem. Hát egy valaki beköpte a 100 méteres feszített víztükröt a NAV-nak. Van a NAV-nak is. Van a NAV-nak is. Ilyen vizsgáló dolgok. Tényleg? Simán lehet. De mit néz a NAV? Tehát, figyel, van egy medencé. De mi van egy medencét, az mondjuk 3-4 millió forint. Azért az még nem 100 millió, meg nem 50 millió, meg nem 500 millió a kertetben. Tehát, hogy azért az még nem egy akkora összeg. Jó, de ott nagyon van a közepén az egy kis sziget a nyári lakkal. Igen, meg a Rolls Royce. Igen, na, most például bennáll egy Rolls Royce, érted? Vagy bennáll egy Bentley. Két Continental Cabrio GT. Akkor már azért csak elgondolkozom. Meg 3911-es, azt megértem. Igen. Ha egyébként bejönnél leverem, akkor az én ártatlan vagyok. Timán. Ez nagyon durva, hogy berepült. Ez nagyon durva. Nem tudták megfingatni a gatyánt, úgyhogy rátszálltam.
Mondjuk egy kicsit nagyobb falat volt a katyán, de... Így járt is. Ki legyen! Aztán nekem is van elmaradásom 10 000 társasági adóján, tavaly évről. Fejeket akarok! Igen. Na mindegy, ha csak mondom annak, aki beküldte ezt a drónt, hogy... hogy ez egy hidegháború. Tehát aha, én ezt most értem, de akkor fegyverkedésbe kezdek. Ha legyen, harc, legyen harc, akkor csapataink harcban állnak, komoly összeget fordítunk a központi költségvetésből a fegyverkezésre. Maradt valami farsangról vagy szilveszterről, valami várról indítható? Elindult a fegyverkezés. Tehát most csapataink harcban állnak, ahogy elmondta Nagy Imre, a kormány a helyén van, de elindul a fegyverkezés. Szemben mindig nem laknak? Szemben nem laknak, hátul jött, ez a kert hátuljában. Akkor úgy lőd el mindig a rakétát, hogy ezért, hogy ne kelljen magyarázkodni. Bocsánat, Marika néni! Csak a drón! A drónt akartam, lesz hát mindegy, majd felépítjük valahogy. Jó, mindegy. Jövőre is érik az a cseresznye, bocsánat. Semmi gond nincs. Hát a náttető az ilyen, belobban. Figyelj, ne legyél már rossz fej, csinálj már neki legközel valamit. Ez nem te vagy. Holnap te vagy holnap után ennyire hozom a drónomat. Megőrültök. De ne drónozzál már, mutass neki valami extrát. Ja, úgy érted, aha. Érted. De mi vetközek messzele, menjek föl gyertyába és mutogassam, ide szállj le, ide szállj le. Támasztam fel magam gyertyába, szállj le ide, ha tudsz, elkaplak. Toljál ki magadból egy ilyen kis koktélesernyőt. Hatszor kintom és hatszor bezárom neki, utána eltörik a pálcika az olyanban. Figyelj, bennem olyan vákum van. Én egy ilyen pár esernyőt ketté török azonnal egy beszívással. Valami kis pluszt. Valahogy úgy kellene megijeszteni, hogyha szerezzél egy rohadt hosszú létrát, menjél mögé, másszál föl, és amikor megfordul, akkor iszonyú közel rohadt lesz az arcom. És egy ilyen rohadt partvisnél leütöm. A drónon rajta van egy telefonszám, hogyha mondjuk az én drónom beesik egy másik kertbe, akkor add vissza a drónt. Hát szerintem ezen nem lesz, a rendes drónosok fölírják. Tehát kérem, hívja a kis Karcsika 0630, az én drónom. Van ilyen? Hát ezen biztos nem lesz. Hát de lehet, hogy be is csönget majd a drón. Csókolok, csókolok! Sebeské bácsi! Nem látta a drónoma? Te nyöskölök, takarod innen! Te vagy az! Te vagy az! Te nem is akartam lefilmezni a seggét! Gyere csak be, Pistike, gyere csak be! Gyere egy be, egy állasz! Ha a bioszórára kontam, a japán cseresznyét akarta lefilmezni, Sebeské bácsi! A Sebeské bácsinak tényleg van ekkora medencéje? Az autó magáé! Teljesen szép felesége van a Sebestyén bácsinak! Az a gyerek a magáé! És holnap már kette jönnek, tudod? Hol szedik le sasokkal ezeket a drónokat? Most olvastam valahol sasokat indítanak rá a drónokat. Scandinavian Airlines. Mondjuk beszerezni egy sas nem néz, csak el kell menni a mikroszkóp színpadra. Tényleg. Józsi, van egy drón, leszedni. Miért pont rám gondoltál, Józsi? Nem tudod, miért pont. Sajnos kevási társadalmat a szólja, Józsi bácsiak, ne engedje már a drónomat. Adja már vissza, Multus letörte az egyik rotort, az félrehúzott balra, jöjjön anyjába. Szerintem a Sas Józsi a legnagyobb drón elkapó. Previously on Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Jansua! Jó reggelt, Balázsovics! Balázs Balázsovics. Szörnyű dolgot mondott az Ákos. Azt mondta, hogy a spanyol áfonya az génkezelt. Igen. Azon gondolkozom, hogy honnan tudom, hogy spanyol az áfonya. Oda mondjuk a zöldséghez, és rám néz az áfonya, és azt mondja, olá. Honnan tudom, nincs rajta cetli, semmi nincs rajta. Ne akkorák nézd meg, mint a fejem. Figyelj. Azt mondta, génkezelt, spanyol áfonyát ne vegyünk. Aha. Mert hogy az génkezelt, Spanyolország az egyetlen uniós ország, hogy engedik a génmódosított cuccokat. Az nem hangzik. Ez lehet, hogy darabja másfél kilós ennek az áfonyának. Egyrészt ez, másrészt meg állati gének vannak benne. Tehát ezzel gyakorlatilag a fehérje bevitelet is megvan. Hagyd a francba azt a rizs fehérjét, ami ott árválkodik az asztalon. Megeszel fél kiló áfolyat, már meg vagy. Spanyol vagy? Hm? Hol vannak a társaid? Aha. Labre, espanyol? Kicsi áfonyos, beszélosz, spanyolosz? Buenos áfonyos? Hol vannak a társaidosz? Elárulosz, nem megkínolsz. Kicsi áfonyos. Széttapozoz. Széttapozoz, jáncuászosz, elkapozz, megkínzosz, elbeszélgetosz. Olyan korványulosz, rárulosz. Rárulosz, nagyon rossz. Vallosz, egy módopi mód.
Mi van? Kim manipulasz. Áfonyosz. Hát gyerekek, lehet, nem akar vallani. Figyelj, nem akar vallani, de lehet, hogy az. Nem hiszem, hogy egyébként lehet, hogy az. A probléma nem belül ered, sokkal inkább a klímából. Igen. Én úgy érzem. Most lekapcsoltuk. Hát, nagyon jól tettük. Igen. Gyulagybérzésen áll a módon kérdődünk, mert 38 fokban is nincs levegő. Mind a hárban itt ülünk spagetti tangában. Egyébként nekem tetszik. Tehát ezzel nincs baj. Na gyorsan egy-két közlekedési hír. Mi a helyzet az utakon? Ha, ugye nem kérdeztétek, de mondom, hogy nincs ma Feri, mert... Tehát rohadékoskodunk. Vigasztal a tudata, én nem lennék, mert betek lennék, ugyanúgy kapnál. Szóval tényleg senki nem kérdezte, de mondom, hogy lent volt a Feri tegnap a Harlin, és adtunk ma neki egy pihenőt, megérdemli a nagy mackó. Na! A nagy maci pihen egy kicsit. Komolyan, de tényleg. Ha látjátok, húzzátok be az eső alól. Jó? Tehát valamit tényleg csináltak vele. Ne ébresztétek fel, nagyon szabosan felkeltik, de legalább vigyétek, olyan erről nem ázik. Ilyenkor mindig pihennie kell, mert gyakran beletörnek az ujjai egy motorokszámnak a szóló részébe, és most még, hogy egy hüvelygyulladással fekszik valamelyik sátorban. Igen. Egy muszti dobai könyvvel a hónalat. Mégiscsak gyakorlom kellett. Na, semmi gond nincsen. Jobb kint, mint bent. Pécset a Mecsek áruháznál személyautó belehajtott egy buszba. Még nincs helyszínen is. M0-as 9-esnél van egy terelés, ahol semmi és senki nem dolgozik. Miért? M7-es Pákozdi nem én írtam ott, M7-es Pákozdi pihenőnél kint van a trafi. Balaton felé Dávid 94. Az új alacskai pihenője közelben egy fehér kakas az út közepén. Mindenki vigyázzon, egy kakas. Fehér kakas. Mit kezd egy fehér kakas az út közepén? Mit csinál egy fél? Lehet, hogy egy vudu szertartást végeztek az alacskai úti lakótelepen? Irénke nem nyert a lottón, ezért szerzett két kakast, egy borostyánt, és két üveggolyót, és egy namib kisfiú vérét. Igen, és megszerette a szerencséjáték ZRT vezérigazgatójának gyerekkori képét, ami már össze-vissza döfködött kötöttünk el. Igen, nem akar nyerni. Mi történik az alacskai úti lakótelepen, hogy kakasok rohangálnak? Az ott van a közelünkben. Lehet, hogy tőlünk szabadult ki nekünk. Szomszédban van kakas, és azt vettük tegnap észre, hogy megzavarodott, mert már délután is kukorékol. Azért? Nehogy aztán gond legyen, tudod, a kakas van, ott lövöldözés is van, és annak nincs jó vége, úgyhogy óvatosan a hajnali kukorékoló kakassal én nem bántanám. Tehát de inkább jobb a békesség. Kukorékó reggel, tényleg? Igen, csak a velünk mondjuk általában mi mondjuk oroszról, tehát nem játszunk laptáros fegyverrel, meg előtte, tehát hogy úgy szoktuk csinálni, hogy nem először csőre húzzuk, aztán veszük ki a tárat, hanem kiveszük a tárat, aztán csőre húzzuk. És akkor így belenéztek. Így van. De még él a kakas? Megörülnék minden nap egy kakas kukorékolásra kellene. Él. Nagyon figyelj, nagyon jó arc. Nagyon jó arc, konkrétan minden reggel. Hajnal hasadt akkor. Ez de milyen szeretek. Elkezd kukorékolni, de mostanában délután is, nem tudom, hogy mi baja. Megzavart őt is ez a meleg. Valószínűleg bezavarodott egyébként. Igen. Vagy a hápsugárzás, vagy a chemtrail, nem tudom, de valami összezavart. Bizony. Kakas. Meglátott egy tágló kloakát. Igen, meglátott, hogy miből lesz a tojás, és nem akart elinni. Ő ott eddig csak befele ment, nem érti, hogy mi az, ami kifele jön. Na, olvasható, hogy Noszály Sanyi, ami drága Sándorunk, akivel mi egyébként nagyon jobban vagyunk, olyan világban él, amelyről... Az egykori híres teniszező? Az egykori híres teniszező, így van, amiről sokan álmodnak. Néhány évvel ezelőtt ugye áttett a székhelyét Los Angelesbe. Azóta pedig már, hát mondhatni, Hollywood krémjével. Los Angeles, a nagy alma. Így van, Los Angeles, a nagy alma. Így van. Igen, hát tudod, New York, nyugati part. És... Figyelj, mindjárt jönnek az SMS-ek, várom az elsőt. Nem az alma, New York nem nyugat. Na, szóval, hogy Ivan Hollywood krémjével teniszezik ő. Legutóbb Novák Djokovic-sal játszott, Leonardo DiCaprio-val is teniszezett, és hát mindenkivel föltöltök közös. Felismert őket, vagy később utána nézett, vagy majd tudod, kivel játszott? Nem tudom, nagyon jó a formák keresztül, nem tudom. Én csak arra koncentráltam, hogy ütni az enyeles. Szóval, hogy világsztárok, ha játszik a mi Sanyink. Az igen. És ez nagy dolog, mert hogy ő kint azt hiszem talán edzősködik, és mi próbáltuk tegnap elérni, hallottuk, hogy baromi sokan keresik. De úgy néz ki, hogy nekünk sikerült. Volt. De foglalt volt, igen. De nekünk sikerült, állítólag ő most valahol egy pókerpartin ül éppen. Híres emberekkel? Azt nem tudom. Lehet, hogy Vegasban van a világbajnokságon, már nem tudom, hogy megy a világbajnokság. És nem tudom, hol van Vegas, és nem tudom, milyen kártyát játszik. Vegas, Ontario. De azt mondta, hogy felhívhatjuk a személyes varázsunkra való tekintetet, és a kapcsolatunkra való tekintetelő fölveszi nekünk, senki semmi újságírónak nem vette föl, de meg tudjuk szólaltatni, egy kicsit mesélje már ezekről a világsztárokról, hogy milyen, amikor a saját közegükben vannak, hogy üti DiCaprio a nyesést, és tud-e szerválni, és egyáltalán milyen arcok ők. Nem úgy volt, hogy ő Szeres Mónikával együtt nyitott egy ilyen teniszakadémiát az Egyesült Államokban?
legutóbb, amikor beszéltünk vele, két és fél évvel ezelőtt, de lehet abszolút. Én erre nem emlékszem. Beszélgettünk vele, és ő mondta, hogy a Monika nagyon jó arc, minden, meg hogy igen, a kettőjüknek a neve nyilván elég lesz majd ahhoz, hogy oda menjenek a gazdag egyébként totálisan tehetségtelen palántak, ott hagyjanak millió dollárt, ő pedig majd fürödjön a pénzbe. Lehet, hogy ez így indult, aztán nem tudom, mi lett a tenisz akadémiából, de minden esetre azért tesz. Ez klassz lehet egyébként. Ez klassz lehet. Hát nem, hogy jó lehet. Ez csak bekocok hozzád Leonardo DiCaprio, és mondja, hogy taníts meg fonákot ütni, és akkor megtanítod Leót, aki egyébként halál közvetlen, állítólag. Nagyon jó arc. Rajta kívül kivel találkozott még? A Djokovicsal láttam most egy fotót. Azért arra picit így vagyok, azért az jó. Igen. Jó lehet. Jó, mondjuk ott azért elég csúnya kalapálás lehetett. Nem tudom, hogy meccseztek-e. Hát Sanyi elverte nyilván. Hát hogyne, persze. Sanyi egyébként kiváló teniszező volt. Na, a kedvünkért felállt a pókerasztaltól. Itt van. Egyenesen Amerikából. Sándor Noszáj! Hello, Sanyi! Szia, Sanyi! Jó reggelt! Hello! Merre vagy éppen, Sándor? Hát ahol élek, ott Los Angelesben. Los Angelesben? Na, nem csak az idő miatt kérdezem, csak hogy akkor ott most nálatok éjjel egy, éjjel kettő körülbelül? 10-20 este. 10-20. Figyelj, azt az infót kaptuk, hogy te éppen egy pókerpartin ülsz, ez igaz? Barátok között szoktunk játszani két hetente, úgyhogy nem vagyok egy nagy kaszinójátékos, ez inkább ilyen baráti pókerján. És Texas Hold'em? Novák Djokovic, Leonardo DiCaprio, kit értesz a barátokkal? Nem, ők csak itt a Djokovic az a Indian Wells verseny alatt itt a barátomnál lakott két napot és a pályán edzett. Indián ez közeli rezervátor. Úgy került oda, és aztán az ő barátai a színészek, akik ott voltak, és felhívta őket röplatázni. Ez nagyon ezt, hogy várjál. Gyoko teniszezett, majd megérkezett Leonardo DiCaprio röplatázni. Én nem tudtam, szürreális volt, mert abszolút szürreális volt, a Leonardo megérkezett, meg se ismertem, meg kalap napszeg, és utána a Gerard Butler érkezett, meg ő is napszöveg és sapka, és a 300 után nem volt annyira az két Igen. Azt mondta, hogy this is part, és lerúgta a daiquiri süveget az Igen. És melbe rúgta Leonardo DiCaprio. Figyelj, Sanyi, csak hogy tegyük rendbe a dolgot, ezt tudom, hogy ott élsz, én tudom, meg nyilván, aki például látta a Freddy műsorát, amit én nagyon szerettem, és szerintem tök szimpi voltál benne, ő tudhatja, hogy te most ott vagy, de tulajdonképpen azért nyilván nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, te ott élsz, és talán azt hiszem, egy tenisziskolában dolgozol, vagy edzősködsz, jól mondom? Nem tenisziskolában vagyok, hanem privát edző vagyok. Privát edző. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek nincs kedve elmenni, nem tudom, úgy, hogy többen legyenek a pályán, akkor téged kér meg, és akkor ebben az egyben vele. Oda, nagyon, itt mondjuk Los Angeles az idő miatt nagyon ritkán esik az eső, egész éppen jó idő van, nagyon sok házban van teniszpálya, nagyon sokan teniszeznek, úgyhogy itt tenisz szempontjából elég ideális hely. És akkor oda mész az ő házába valamilyen hírességnek, mondjuk, azért, mert nyilván azokról tudunk beszélni, hiszen azért őket mindenki ismeri, és akkor ott mint egy órát, két órát simán ütögetsz velük közben. Pártozó meg, vagy párosozunk, vagy bármi. És hívnak, vagy bemászol, aztán kész tények elé állítod őket, hogy már ott. Hogy tudjátok, hogy jön le az oroszlán a falról. Na. Lion. Leo, úristen, elmondod ezt Leonardo DiCapriónak? Nem, ezt nem értenéd. Ez nagyon jó, Sanyi, nagyon jó. Figyelj, milyen arcok ők egyébként civilben? Tehát, mint a megérkezik Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, el vannak zárva, nem fotózzák őket, barátok között vannak. A Gerard Butler az nagyon-nagyon jó fej volt, de az iszonyú szerény, meg iszonyú jó fej volt, az rögtön megadta a számát, meg, és nem csak a tenisz miatt, hanem mondta, hogy milyen jó lenne együtt lógni, egy barátom ott volt, a Gábor, ott a Peti, ők is ott voltak, velük is rögtön dumált, nagyon rendes volt, a Leo is normális, egy kicsit azért, nem azt mondom, nagyképű volt, de látszott, hogy nem csak az, hogy megnyert az Oscart, más típusú. Aha, tehát ő mondjuk a haverjával vegyült, de mondjuk veletek, akiket kevésbé ismerjük. Nem, vegyült, meg egy csapatban voltunk, meg pacsisztunk, meg iszonyú nagy csatában nyertünk 21-19-re, és ahhoz képest, hogy nem egy nagy atléták küzdöttek, meg nagy vetődések voltak, nem azt mondanám, hogy a zsonglőrök voltak, de mondom, hogy ilyen. És Leo az a harcos típus Leo vagy, amit mondasz, vagy azért olyan... Pláne a film után, amit
ahol nem tudott meghalni. Két órát dolgozott azért, hogy megkapja ezt az Oscart, és az Isten nem akar meghalni. Mondtam neki, hogy a medve az nem játék. Igen, biztos örült neki. Mondta az, hogy nálunk van ez a mondás. Szivatja ez le a medve sztori. Tanult meg, nálunk a medve nem játék. Nálunk a medve nem játék. Egy székely kérd. És figyelj, mennyire volt nagyképű, csak adogatni volt hajlandó sáncolni, nem? Nem, mondom, hogy teljes idő vetődések voltak, meg nagy küzdelem volt. Úgyhogy nem volt nagy képű, csak mondom, hogy a Butlerhez képest, a Butler abszolút lehetett látni, hiszen alázat, ilyen nagyon, nagyon jó, nagyon közvetlen volt. Nem azért eleve oda jött, ő is tudta, hogy mi is, én tenisztező vagyok, nem, ott kijön a természetükben, most nem az van, hogy egy ilyen olyan helyen van, ahol bárki lehet, hanem, de ahhoz képest is lehetett látni, hogy a Leo az egy ilyen egy kicsit más. Visszafogadta. Nem azt mondom, hogy rossz fej volt. És figyelj, hol van ez, hogy most igény szerint bárkivel bármilyen sportot üzel, amit ő éppen akkor szeretne? Tehát, hogy valaki volt. Nem, ez nem arról szólt. Én abban a házban nagyon sokat vagyok, és ott voltam. Én nagyon szeretek röplabdázni, meg teniszezni. Nem az, hogy most pénzért tanítok negyenféle olif sportágot. Igen, ha kell törlik ezzel, ha kell falatmászol éppen, amit akarok. Ami kell, a gyepphatázom. Golfozol és oroszlánokat szerint. Figyelj, Sanyi, a Bill Gates-el kapcsolatban is olvastam, fölmerült a neved, játszottál vele is, vagy ő is meghívott, vagy lehet ez teljesen fals info? Minden évben van a Vintage Club, ezt úgy hívják, azt a Bill Gates alapította ott Palm Springben egy nagyon elég club, és ott van a háza. És ott minden évben csinálnak egy ilyen tenisz, lehet azt mondani, tanfolyamot, ilyen 4 napost. Uh-huh. Na és hogy üti az öreg Bill? Ügyes? Ott edző van. Úgy teniszezik, ahogy a Leonardo röplabdázik. Tehát lelkes amatőr. Nagy ping-pong rajongó különben. Aha. Figyelj, és egyébként csajokkal is összekeveredsz, mert oké, hogy most a pasikat mondtunk, de hát azért ott vannak világsztár csajok is. Igen, azért a sportot végre valami. Igen, és azért egészen jó csajok vannak azért. Van, hogy itt, amit tényleg fölhív Sharon Stone, vagy itt a Pamela Anderson, vagy nem tudom, és azt mondja, akkor menjünk teniszezni, vagy volt már valakivel találkoztál? Nem teniszeztem, a Sharon Stone-nak az ügynök az mondta, hogy teniszezik, de nem nagyon, vagy nem, szerintem nem is itt él. De akkor arról volt, hogy esetleg teniszezni, de erre nem találkoztam. Aha, és semmilyen más csajjal nem volt? Találkoztam, de nem teniszeztem. De nem teniszeztetek. Aha. Uh-huh. Hogyan tudnánk meghivatni magunkat, Jani, Sanyihoz, ha egyszer Los Angelesben vagyunk? Hát, én már nagyon ki vagyok ijesztve egy kis röpire. Los Angeles-e. De figyelj, nem úgy volt egy pár évvel ezelőtt, hogy Szeles Mónikával van egy közös vállalkozásotok, egy teniszakadémia? Nem, hát ezek a plekkák, ez már színes ceruza. Nem. Ez volt erről. De a Mónival különben tartom a kapcsolatot, és jól van. Jó, már mindegy, ha beszélsz el, puszíjuk. Figyelj, és milyen Kalifornia, elképesztő jó, nem? Tehát már ahogy mondod, hogy mindenhol van egy teniszpálya, szóval... Hogy... Mondom, hogy attól függ, hogy kivel vagy, de az időjárás az nagyon ideális. Szép Los Angeles. Szokott, hogy hiányozni, mint a Soroksári út, vagy úgy eszedbe jut, Blahalújza tér, és akkor egy kicsit volt itt is, akkor a Soroksári után is voltam, valamikor boldogabb, mint amikor valamelyik nap itt vagyok, úgyhogy, de alapjában vagyok marha jó, mert gyönyörű idő van, és szép helyen vagyok. Persze, nem helyfüggő, hogy az ember mit érez mentálisan, csak azért tudod, hát azért akkor már inkább ott a pálmafák tövében sírdogálunk, ahogy szokták mondani. Azért klassz hely. Na és milyen lapjaid vannak, hogy megy? Texas Hold'em? Texas Hold'em van, most egyre lementem, és most visszajöttem. Na, mondd, mi van a kezedbe, segítek, hogy mi, hol jutsz? Nem, az asztalon, nem fogod beszélgetni. Ja. Mondom, ha bátorban vagy kisvak, vagy nagyvak, vagy mondom, akkor emel, tarts, dobd el. Igen, nagyvak ne legyek. Visszamész, és fel annyi zsetonod van, mint amikor felálltál. Sanyi, tudod, hogy van az a mondás, hogyha nem tudod, hogy ki a Balek az asztalnál, akkor te vagy a Balek. Igen, mert nagy. Láttad a Póker Arcok, óriási film egyébként. Jól megy a kártya? Vagy csak amit mondtál a beszélgetésre, egy ilyen kis hobbistán nyomod? Na, játszottam sokszor, meg egyszer játszottam a világbajnokságon, úgyhogy játszottam. Hoppá! Voltál Vegasban a világbajnokságon? Egyszer voltam, igen. A 10.000-es Hold'emen, vagy melyiken indultál? Igen. Azt a betyárját. Tettek. Fönn van. Azért ez még fönn van a bakancs listán, hogy egyszer egy ilyen megnézni. Majkával nem futottál még össze? Kint van. Majka is sokat van kint. Nem. Állítólag. Ott játszottam ilyen meghívásos versenyt, ott játszottunk együtt.
Hát figyelj, Sanyi, azért irigylünk. Egy kis tenisz, egy kis röpi, egy kis kártya. Ja, jó, jó, jó ez, jó ez. Nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk. Tudom, hogy tegnap mindenki téged akart. Képzeld, itt tegnap utánad olyan hajtóvadászat volt, nem tudom hozzád ez mennyire jutott el, de bulvár újságírók keresték a számodat, mert megjelentek itthon a Leós meg a Gyokós képek. Igen, ezért nem szabad kitenni a képet. Én nem mostában nem nagyon raktam is. Igen, másik rádiótól kerestek, hát most nyilván finom a magunkat fényezem, hogy nekünk sikerült elérni, drága vagy, hogy beszélsz velünk. Lehet, hogy nem kellett volna megnyerni az Oscar díjat neki, csak nem lehet. Bizony, mindenki tőlünk akarta. Akkor még az utolsó visszaedrekkelés, hogy azt mondja a kapitány a Titanic, amiben egy jó meg egy rossz hírem. És azt mondja, mi a rossz hír? Azt mondja, a jéghegynek ütköztünk, és a jó hír 12 Oscar. Jézusom. Figyelj, menj már oda Süsmell a Leónak, vagy a Gerard Butler szét. Sanyi, nagyon köszönjük. Vigyázz magadra. Puszilunk, kibádunk. Ciao. Hazajössz valamikor? Hát remélem, hogy nyáron a kislányom nyáron szeretnék Balatonra lemenni, úgyhogy... Jössz Balcsira. Jól van. Oké. Sanyi, köszi, vigyázz magadra, köszönjük. Jó kártyázás. Ciao, hello, szia. Köszönjük szia. Szépen. Noszáj Sándornak. Figyelj, jó volt. Még egy vicc. Két nyugdíjas beszélget. Tudod, mit gondolhatom? Hogy rövidítik angol a percet? Min? Hogy rövidítik angolul a percet? Most találtad ki. Amerika átjárul a kalami a tihanyi gobkürgyét. Hát azért az jó lehet egyébként. Kicsit teniszezni. Minden házban van egy teniszpálya, képzeld. Nagyon nagy. Minden házban van egy teniszpálya. Hát azért az... Az vagány. És így hirtelen beesik Gerard Butler, és akar egy kicsit röbbizni. Mondjuk, fixaid ám, hogy Leo körül ez a sok csaj, ez egy nagyon jól árnyaltott történet. Valamit ott el kell fedni, és ez a sztori most nekem megadta az íra a pontot. Na, teniszezünk Leót? Röbbizni. Inkább röbbizzünk. Azt mondtad, csak kettesben leszünk. Ki ez a srác? Sándor Noszák. Egy nagyon jó teniszedző, egyébként pokerozni is nagyon tud. Meg van, Leo, hogy őt vetődik a kis pocakjában. Egyébként milyen durva, nem? Szóval annyira tehetség, és én nagyon szeretem. Tehát lába előtt Hever Hollywood, és közben elmegy röpizni. Kicsit röpizget a volátra. Igen, a kettő egy ide. Azt ismeritek, hogy jön le az oroszlán a falra? Lájon. Jézus. Jaj, nekem már reggel ennyi elég ez. Nekem ettől jobb kedve. Nekem most ettől egy kicsit jobb kedvem lett. Sanyi elmondott két viccet, legyet az elég. A két festő beszélget egyáltalán. Milyen az új lét lát? Hát egy fokkal jobb, mint elég. Elmegyünk a legaljába, a rádióműsorok legalja. Volt ilyen csomó rádióműsorban, a napi vicc rovatot, ezt nyomták egyébként. Tehát volt ilyen, az a legalja. Tessék? Sírobol. Síróból mi jut eszembe? Az a baj, hogy a vadász kutyásat előttem, nem tudok. Várjál, azt mondja, hogy hívják. Orlando Bloom és a barátnője beszélgetni, ezt tegnap találtak. Orlando Bloom és a barátnője beszélgetni. Egyszer csak azt kérdezi a lány. Figyelj, Hawaii az egyi? Nem, két iperi. Hát én vagyok a nyomorult, de kevesztetik. Sose a viccel van a baj, hanem a közösség. 2 perc múlva pontosan 7:30. És hát vannak friss közlekedési hírek. Ákos az új hírekkel. Ákos, megjött az új hírekkel. Azt mondja, hogy Pécsett a Mecsek áruháznál személyi autó belehajtott egy buzba, még nincs helyszínelés, M0-áson a 9-esnél van egy terelés, ahol semmi... Belehajtott egy buzba. De most miért kell ilyen kirekesztőnek lenni? Mi? Belehajtott egy buzba. Ja, buzba, azt érted, hogy belehajtott egy búza. Egy búza táblába, ha érted, mire gondol. M5-es Pákozdi pihenőnél kint van a trafi, Balaton felé Dávid 94 küldte ezt nekünk. Ákos jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza mi is, ha van friss közlekedési híretek, akkor hát küldjetek el nekünk. Tessék! Persze, hozzuk a hangszereket. Megint kiúzod a gyufát. Persze, hozzuk a hangszereket, ma inkvalinítozom. Zsű megkérdezte, zenéjünk? Mit szedni? Hárfázzak? Játszok neked valamit hárfán? Makkal? Megyek, behangolom a bencsómat. Annál két köcsök, tudod, elkezdhetjük. Nyom, elég, hát te csak kontrázol. Hát gondoltam, finoman neki megyünk a hírek meg. Hát mégiscsak azért úgy. De hát ő laptopom siet? Hát nálam már mindjárt 7:30. Laptopom siet. Na, elmegyünk hírezni. Hozzátok a kobzokat. Így van, Ákos elmondja, ide kell, aztán jövünk is. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
7 óra után vagyunk pontosan 41 percet. Drága, drága, drága hallgatók, hát egyen meg a kis begyeteket. Jaj, te kicsukis vagytok! Főleg te ott, igen, te ott a villamos van, te ott jön, most jön, most jön, most jön, most jön, most hát ezt hozza ki az emberbe a betegség. Bizonyám. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, mert hogy ígérték többen, hogy bejönnek és kitakarítják a klímákat, de saját érdeketekbe. Ne gyertek! Bajóháza! Lezártuk a kijáratokat, bejártuk. Nem vetjük el ezt mi a saját technikai igazgatónktól, mert akkor úgy érzi, hogy megfosztottuk ettől, hogy tőle kérjük segítséget, amit drága gyugyonktól. Valamelyik klímásboltnak a redőnyét már most rúgdossa. Szerintem ott áll az objekt, és éppen készül neki menni egy T-34-esre, hogy betörjön és hozzon klímatisztítót, ami gyugyonk egy aranyember. Egy aranyember, úgyhogy megcsinálj, köszönjük szépen, hogy ajánlkoztatok. Tériszonyos a Gyula egyébként, azért nem mászik létrára. Tényleg? Aha, nem. Azt hallottad, hogy három kóvoly megy a sivatagba? John Aranyon, Ben Ezüstön és Charles Bronson? Köszönjük szépen. Na jó. Édesapám kérdezi, édesapám, hogy mondják oroszul, hogy béke? Mír? Csak úgy kérdezem. Mír? Csak úgy kérdezem. Ja, Istenem, nagyon jók jönnek. Képzeld el? Na. Hagyj több támpontot. Tegnap berepült megint. Megvan. Jó, haladunk. Berepült megint a drón. Ne csináld. De ott álltam a kapu mellett, és mondom, most elkaplak, te csibész. Én már nem a drónnak mondtam, ezt nyilván egy gerebjével elkezdtem hadonászni. De ez hanem egyébként Feri szokott így beszélni. Elkaplak, te csibész. Elkaptak, te csibész, a teringettét. Azt a leborult szivar végig. Nem, pont ott álltam, a gyerek ott bringázott kerten belül, és a kezembe volt a távirányító. És ez csak berepült a drón, de most a kapu felől az a drón. Tessék? Távirányító a gyerek, amikor bringáz. Nem, mindig, amikor nagyon belé magát, lekapcsolom a biciklit, és akkor elesik. Most pörgetem. Igen, most nagyon teker, benyom az első féket. Most benyom a hátsó féket. Nem, bringázott, és akkor ott valamit ott kibepakoltam. Valonnan valóba. Már nem tudom, hogy mit, mert rájött, mert aztán elfejtettem. Mint Gerard Butlerre alőpiznik. Így van. És megjelent a drón a kapu fölött. És ugye nem tudta, hogy én bent állok. Na mondom, most megvagy. És abban a pillanatban rányomtam a kapunyitóra, kinyílt a kapu, és ott állt a drón gazdája. Az egész család. Ott állt egy egész család egyébként. Papa, mama, gyerekek, mindenki? Nem, mama nem volt, gyerekek voltak. Két gyerek volt, nagyon helyes, meg egy papa, aki egyébként hallották az adást, én elmondtam, hogy drón repült a kertbe, ezért ma tegnap megint bereptették, meg akartak tréfálni, de már azért jöttek, hogy bemutatkozzanak. És nem kellett volna úgy, hogy előbb bemutatkoznak, aztán reptetik be a drónt egyébként a magánterületedre. Nézzenek, gyertek máskor. Közben a kisrác már beirányított a garázsba, körbe ment a nappaliba, megnézett. Nem, nagyon helyesek voltak, ők mondták, hogy ne haragudjak, de tegnap ők berepültek, nem kémkedés jelleggel, de már ott van az olvasói feljelentés. Aha, igen. Úgyhogy nagyon helyesek voltak. Tényleg egy kvadrokopter volt, én jól láttam tegnap. Egy fehér ilyen... Tegnap még nem tudtad a nevét, de én mondtam, hogy megjegyezted, de most jó, hogy egyébként más síróból úgy tolod el, mint hogy ez a saját domád lenne. Tudod, hogy olyan vagyok, mint egy száraz szivacs. Minden szívok magam, és másnap már úgy adom elő, mint a sajátom lenne. Öcsém, olyan kvadrokopter volt. Négy propelleres, képzeld, egy olyat tud, hogy ha megszakad a kapcsolat, igen, akkor leesik. Akkor leesik. Nem, akkor visszarepül a gazdájához. Tehát ha elveszíti az internetes kapcsolatot valahol repteted, és mondjuk nem érzékel, és bele bármi történik, akkor ő visszarepül a kiindulási pontra. Nagyon komoly kis tudsz ez már. Nagyon. 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 De még annál is. Igen, úgyhogy megnyugodtam. HD-ben rögzít. HD-ben rögzít, így van. És van egy kis iPad ott, amint te tudod nézni a képet, forgathatod a kameráját. Brutálisan jó kis szerkezet. Megkérted őket, hogy mutassák meg a felvételeket, amiket készítettek? Nem. Ők azt mondták, hogy nem láttak tegnap engem. És én ezt elhittem, olyan szimpatikusak voltak. Azt mondták, a kamera éppen máshova nézett. Nem láttuk Sebessé bácsi, amikor a bikini levett a felsőjét, azt nem láttuk. Honnan tudod, te is ott voltál? Pont ezt tudták. Mondom, büdösköröm, ha nem fájna, hogy a derekam elkapnálak, nem tudok utána menni, mert klumpában vagyok. Szóval ne azt mondják, hogy nem láttak semmi kompromitálót. De hát ki mit nevez kompromitálónak? Hát pitta, hogy ott gubbasztok a kertbe és gitterek. És közben esegetek, hogy upó.
Hát mondjuk elég kompromitáló. Azért ezt mennyien kellemet lehet volna. Hát nézd, értem. Én nem hiszek a műtrágyában. Vagy egy négy kézzel szaladsz a kertben, egy banánnal a kezedben is. Igen, persze. És azt kell már, hogy unga, 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 bunga. Igen, liánon ugrálok, persze, és itt például a számat, hogy valala. Persze. Jim vagyunk, Jim vagyunk. Igen, egy ilyen kis ízével, egy ilyen kis nem is tudom, banálevével kitakarva a csúnyámat, persze, kergetjük egymást a kertben. Nem, de hát például feküdhetett volna ott a Viki, érted? Bármi lehetett volna. De miért pont ő? Ez is. Hát nincs ott, mindig más fekszik. Jó, jó a kérdés. Bárki lehetett volna. De aranyosak voltak, úgyhogy nem volt gond. Nem volt gond. Megoldódott a drórejtély. Ennyi. Igen. Ja. Na mindegy, akkor zenéljük. Figyelj, na, most akkor megkérdezem, hogy te nem kérdezted meg tőlük, hogy nem kellett volna előbb becsöngetni, bemutatkozni és utána bereptetni a, hogy hívják ott, a kiváló minőségű quadrocopter? Tesó, ez nálunk nem így van. Mi nem úgy nyomjuk, ahogy te ott lőrinc, hogy egyből gerebével esünk neki a másiknak. De nem azt mondta, hogy gyerekedjetek, hanem hogy mutatkozzalak be, itt, vagy valami. Itt nincs, itt barátkozunk. Tehát, hogy, de mondtam neki, hogy már fontolgattam a légpuskát. Tehát azért ezt elmondtam neki. De nem, nagyon helyesek voltak, ők csak be akartak, bejöttek. Még mindig fura volt, hogy ezt a kukében mászott át a kerítésen, de egyébként nem értettem. Előjelennek a lába, mint az arca. Fura volt, éppen kifelé mászik egy krumplizsákkal az oldalát, de egyáltalán nem voltam mérges. Mondtam, nézd, milyen elemem, hogy átugrott azon a kerítésen. Elnézést, azt szerintem a mi grill sütőnk. Bocsánat, megtenni, hogy lemászik a kapuról, és visszaadja a grill sütőt. Szóval helyesek voltak. De tulajdonképpen az az érdekes ebben, hogy mi régen gyerekként ugye mivel játszottunk? Mi volt a másik, amivel játszottunk? Igen, volt egy kis moszkvicsod. Igen. Beleültél, tekerted. Vagy volt ugye ez a kis lepkéd, és akkor azt úgy csatogtad. Vagy volt egy abakuszod. És akkor... Abakuszod. Tényleg. Abakuszod csak a Feri játszott. Jó, hogy ne, a Feri sose játszott abakusszal. A Ferinek ellopták a kolbászt, aztán mindig vissza aportira szem. Abakusz. És most ott állt egy 9 éves forma gyerek, és úgy irányította ezt a drónt, papa figyelj, nagyon durva volt. És elgondolkoztam rajta, hogy mennyire digitálisak már ezek a fiúk, hogy mennyire mással játszanak, mint mi, nem? Hát hihetetlen volt. De most pont olvastam erről egy cikket, hogy adott esetben ez mondjuk azzal is járhat, hogy a fura el fognak butulni. Tehát, hogy olyan vannak bizonyos területei az agyadnak, meg bizonyos olyan képességek, például egyébként ilyen mondjuk a kézügyesség is, amik szinte elsorvadnak amiatt, hogy állandóan mondjuk azzal vannak elfoglalva, hogy egy laptopnak az érintőképernyőjét tapperolják, meg csúsztatgatják, meg stb. Ettől nem félünk? Hát én jó, mondjuk ezt szomszédjére kit érdekel, de azt ajánlom. Nem izgulok. Nem tudom, szerintem ők már tök digitálisak, ezzel nincs baj. Tehát ahogy a technika fejlődik, nyilván játszanak ők is mással. Tehát, hogy csak elgondolkoztam ezen, hogy milyen komoly. Úgy irányított, a vezetékek között jött, mert nagyon. Miért nem cserélted el a távcsövedre? Úgyse fogod kicsomagolni soha. A távcsövet? Azt odaadhattam volna. Elkezdve cserélni a quadrocopterre. Az a baj, hogyha vennék egy ilyen quadrocoptert, valószínűleg én is rákattannék. Tehát tényleg tudsz mindenhova átrepülni. És bárkit tudok ott kukkolni, és azért körülöttünk ott nagyon sok híresség van. Aztán azt vízre, a vizet almára. igen, hogy ezt tudjak, nem tudom, vizet vinni a kis körtefának, ami majdnem megfulladt. Mi volt az a mese? A kiskakas, félrejött. A kiskakas, igen. Na jó van. Szóval egy gyors közlekedési hír, alakul a dugó az M3-as bevezetőm, Alexandra küldte nekünk. Feri pedig nincs ma, mert... És nagyon-nagyon szépen köszönjük azokat az eseményeket, amik úgy kezdődnek, hogy mintha Ferit láttam volna. Igen, ezekre még sort kerítünk. Mindenképpen. Ezekre még sort mindenképpen kerítünk. Előre szólunk, ne legyen ebből sértődés, azért úgy kezdődik az elején, mintha Ferit láttam. Természetesen nem őt láttam. Nem, Feri lent van a Harley Fesztiválon, lent zenéltek ugye tegnap, és ott maradt, kivett egy kicsit rockstárkodott egy picit, igen. Na, játszunk egyet, már itt is van a hallgatónk, a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyelán, mime? Aki válaszol. Tényleg nincs annál lejjebb, hogy egy rádió műsorban vicceket mondanak, de egyébként nagyon beteg. Ezért menjünk még lejjebb. Kőműves kereben a fiának, gyere fiam ebédelni, mert anyád már fal. De Úristen. Jézus. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hello! Szandra! Igen. Honnan hívtál minket, Szandra? Arnótól hívtalak, Miskolc mellől egy büfében dolgozom, és innen telefonálok nektek. És mit árul ez a büfé?
Hú, hát nagyon sok mindent. Van hurka kolbászunk, van egy szendvicsünk, nagyon sok hamburgerünk, hotdogunk. Tessék? Vega hamburger van? Van az is, igen. Tényleg? Van vega burgeretek? Dehogy is nincs. Hát kivesz ebből a hamburgernek a húsa, adja a szívét, lelkét. Tegnap felé volt a Csabi, hogy az egyik kedves ismerőse szervez valamilyen csülökfesztivált, és elhívnának engem zsűrizni. Nem mondott komolyan. Nem mondott komolyan. Nem mondott komolyan. Hamadó, mondott Csabi, 40 plusz szápfejér, oda dobom az egész életem. 14 éve nevetem hús, de elhívnám. Igen. Csabi Kálló, zsebbe szép, vagy számlás, szép. Zsebbe, akkor megyek. Szandra, Szandra, és szeretsz ebben a büfében dolgozni? Igen, igen, nagyon szeretek. És egyébként tanulsz mellette? Tanultam, már végeztem az egyetemmel, viszont ilyen mesterszettem anyag szeptembertől, úgyhogy... Milyen egyetem? A Debrecen Egyetemre jártam. Milyen szakra? Járok. És ott mit tanulsz? Andragógiát tanultam, ilyen rendezvény is, művöldi szervezet. Hát az, várj, ez nevelés tudomány, így mondják, nem? Azt hiszem, hogy hol igen, van egyszer. A felnőtt képzési része is, de én inkább a rendezvény szervező részére szakosodtam. Azt hittem, hogy ez az a szó, ami azt jelenti, hogy mindkét nemnek a szerveivel rendelkezik. Remélem, nem. Na figyelj, mutatjuk, hogy mink van. Van még egy híres emberünk és egy városunk. Húha, legyen a város. Legyen a város. Nagyon könnyű. Tényleg nagyon könnyű. Mehet? Igen, igen. Indítjuk az órát. Fél percet van, figyelj. Így szó. Kalácspér. Na, lehet ez? Mutassam még egyszer? Igen. Kalácspér. Kalácspér. Van ilyen hely? Van. Ha még egyszer meg kell mutatnom, megmutatom szívesen, de ki kell vennem a bögrét. Siess. Mi lesz már? Nem tudom. Annyira rosszul hallom, hogy nem értettem. Ez a hang engem kikapcsolt. Ez most úgy kikapcsolt. Répcelak. Répcelak. Kalecpér, ez lett volna. Nagyon könnyű volt. Répcelak. A répcelak, vagy elértem, de mondom, úristen, van ilyen? Mondom, biztos ha valami van. Más. Répcelak, bemondhatod volna, hát nincs az embernek veszteni valamit. Naj, de kár, pedig ez nagyon könnyű volt szerintem. Szandra, Szandra. Nem baj, legközelebb. Legközelebb, jó? Jó, jó, rendben. Palacsintátok van. Szép napot nektek, sziasztok. Palacsintátok van. Palacsinta, palacsinta, palacsinta. Nincs sajnos. Nincs. Na, pedig ez milyen valami ürügy kellett volna, hogy elmenjünk hozzátok. Igen, vittünk volna egy ajándékcsomagot. Szandra, puszi, legközelebb, jó? Jó, jó, rendben, puszi nektek is. Hello, ciao, ciao. Szia. Én nem is kapott nehezet, azon gondolkozom. Ez nem volt nehéz. Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Ez nem volt nehéz. Olyan palacsintázó a Miskolcon. Igen? Jó? Aha, az avas mellett. Hú, de szeretem. Ah, nem szeretem az avas palacsintát. Miért nem csinálnak frisset? Hát ezért nem kérek soha mákosat. Avas palacsintából ki tud megélni. 6 percen pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók. Hát mindig benyomom a Feri mikrofonját, aztán mindig rájövök, hogy nincs itt. Nincs itt, ami Ferencünk egy kicsit pihen. Jól megérdemelt, egy napos pihenését tölti egy vízszervezető alatt. Gyeres csatornára neki támasztva. Nem, ami Ferink lement a Áli Fesztiválra tegnap. Igen. És ugye zenélt egy kicsit a Best of zenekarával, és aztán pedig Jugóborra tért. Igen, valahol hajnalban letört a náda. Igen, most próbálják átemelni a szabassant kerítésén. Külön mólót átcsolnak a testéhez. Szóval Ferenc most még valószínű egyébként az igazak álmát alusza tényleg, egy most még bezárva tartó lángos üdő előtt, de nem sokára, nem sokára a kinyités, és Ferenc jut egy kis élelemhez, hirtelen felrobban a szénhidrát a testébe, és azonnal magához tér, majd útban hazafelé, ugye, hát úgy beérti Velencét, ott megáll egy kicsit pihen, és holnap ennyi. Már regenerálódva érkezik hozzá. És van, most még nyilván pihen, de majd valószínűleg olyan 10 óra magasságában megriad maga mellé nézés, és hát meglepődve konstatálja, hogy nem béka fekszik mellett, hanem Deák Bill Gyula. Igen, egyébként tényleg lehet, hogy békésen összeszenderedve. Alszanak a nádasban. Alszanak a... Kis kiflinak alszik Feri és Deák Bill Gyula. Simán el tudom képzelni. Hát. Simán el tudom képzelni. Hát, ami ott történik alsóörsön. Ami alsóörsön történik, az alsóörsön marad. Az alsóörsön marad. Azt ott senki.
Senki nem árulja el. Nem vagyok még mindig a kutya fáját, azt a leborult szivar végig neki. Beleted a gyógyszeredet? Drága kérdezi, szőröm. Kérdezik, akartam egy aspirin? Ez nem pirin. nem tudom, hol van. De nem, egyszerűen nem javulok. Még mindig nem javulok. Pedig ilyenkor már tudod, bajnok vagyok. Beszoktam rugni a motort. Így van. Örülök a kis jávámra, beröffentem, és hasítok, érted. Jó, nem de most ez a jáva nem rossz akar beröffenni. Rossz vagy, de használhatom. Ez a jáfa nem a... Ja. Ez a jáfa nem az a jáfa. Ez a jáfa, ez nem akar veretteni. Ez nem jáfa, ez málna. Vannak napok, tudod, amiket úgy el kell engedni. Tehát, igen, hogy úgy most meg lehet feszülni, hogy témázzunk, meg dolgozzunk, de ha az ember beteg és rossz a közérzete, akkor nem érdekes. Mi is csak emberből vagyunk, érted? Én nekem mondja, semmi bajom nincsen, de nem megyek veled. De hát tartod bennem a lelket, nagyon ez. Hogy kell meginni ezt? Föl kell oldani, vagy egybe kell bekapni? A szánthoz kell emelni, és meg kell dönteni. Nagyon fontos, hogy ne függőleges legyen a pohár, hanem legyen egy bizonyos dőlésszög, mert akkor a gravitáció segítségével úgy a folyadék igen, bekerül a garatodba. Aztán lenyelet, később kipisíled. Igazából semmi értelme nincsen az egésznek, de hát az élet ilyen örök. De nem úgy értem ezt a kicsi fehér bogyót. Ezt föl kell oldani, vagy be kell venni? A kicsi fehér bogyó, ennek hát... ilyen pillangó alakzat van rajta. Ezzel mit csináljunk? Lehet, hogy elcseréltem a gyógyszeremet. Mi az Isten csináljuk ezzel, és miért van rajta? Nem, Fréni Bémi. Nem tudom, mert rád bízom. Érted? Vannak alternatív módszerek. Na jó, Kati is írta reggel, valószínűleg fel is egy összetekert 500-asra lépem, most szívja föl valahonnan a tepertő módra. Simán lehet tudom képzelni egyébként. Na jó, hát én ezt feloldottam, aztán majd lesz, ami lesz. Lesz, ami lesz igazából, mert tudod, van az, ami föloldódik folyadékban, van, amit be kell venni. De én hiszek benne, hogy segíteni fog. Na, azt mondja, hogy a naphallgatója Feri. Egyébként ilyen ma nagyon csendes. Egyébként tényleg. Igen. Tényleg. Ma kifejezetten visszafogott a Ferenc. Tehát nem is értem. Bölcs is maradt. Gyorsan egy-két közlekedés, ha nem bánod. Parancsolj! Trafi a 4-esen Hajdúhatházánál, Fehér Borából a 245-ös kilométernél, illetve Fehér Szeldból a 242-esnél mérnek. Skoda 444 közi. Nincs trafi az M7-es Pákozdi pihenőjénél, a 10-es út torlódik befelé, a Solymári Görforgótól kerülni érdemes. Pécsett a Mecsek áruháznál személyi autó belajtott egy buszba, valamint az M0-as 9-es kilométernél van egy terelés, ahol semmi és senki nem dolgozik. Akkor mit terelnek? Azt én is tudom, hol van. Igen, terelnek, de senki nem csinál semmit. Ott, ahogy jössz az A4-i pihenő után mész Diósra, meg az M6-os fele, ott nagyon nagyot terelnek, de egy árva lélek nincs arra. Ja, nincs lélek. Azt hittem, hogy azért, mert nagyon sokan átcsorogunk, és azért kell terelni, hogy mert útban vannak. Hogy menjenek tovább, nincs itt semmivel látnivaló. Na, igen. Kérdezi az egyiket a hallgatót, hogy fog holnap vért adni, ha nem találnak majd az alkoholjában elég vörös vértestet. Hát Feri se, hogy nem fog nem vért adni, amúgy sem, mert őnek a két havonta kerülnek új tetkók, és minimum fél évnek kell eltelnie egy-egy varratás között. Úgyhogy ő semmiképpen nem fog vért adni. De mindenki más igen, mert ugye az ülői 102 alatt természetesen itt a Klassz FM-be újra meg fog jelenni a véradó kamion, a sogorom vezetik, nagyon ügyes sofőr, tapsoljátok majd meg, hogyha nem viszi el az autóm hátulját. Hallod, nem, dermesztő a csávó. Ügyesen vezet, tudom, hát olyan kamion állt be a múltkor is, láttam. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hogy most fényezem a családtagémat, hanem az, hogy gyertek, mindenképpen adjatok vért, hogyha már 50 kilónál nagyobb a testsúlyotok, elmúltatok 18 évesek, de nem vagytok még 65 egészségesnek érzitek magatokat, ha hozzátok magatokkal a lakcímkártyátokat, a személyigazolványotokat és fejből tudjátok mondjuk a tajszámotokat, de ha elhozzátok a tarkkártyát, akkor sincs semmi gond. Gyertek, adjatok vért, egy-egy véradással három embernek az életét lehet megmenteni, mert háromféle különböző vérkészítményt lehet abból a kis levet vérmennyiségből, ami cirka 5 deci. Igen, én most kiestem, én ezzel most kipipáltam magam. Nem. Hát, de viszont a véredből nincs olyan, de viszont, ezt ne írjátok meg. Szóval, hogy a véredből nagy mennyiségű aszpirint lehet előállítani. Hát egyébként egész biztos, igen. Na, megyünk tovább, a foci EB-vel szeretnénk egy kicsit foglalkozni, mert hogy... Hát ugye folyamatosan érik fenyegetések a francia fővárosnak, hát Franciaországot is, hogy állítólagosan az iszlám állam ugye nagyszabású terrortámadásokat tervezhet. Elsősorban egyébként azt mondják, hogy angol és orosz szurkolók ellen. És ugye aki volt már mostanában nagyobb tömegben, szerintem az eszébe, vagy annak eszébe jutott, hogy mi a fenét lehet ilyenkor csinálni, egyáltalán hogy lehet erre felkészülni. Nyilván nem szabad hagyni magunkat, és ezt ugye francia politikusok is mondták, hogy megfélemlítsenek, és igenis, ha valakinek van lehetőség, el kell menni, ott kell lenni, drukkolni kell. A józanész mégis azt mondja, hogy lehet, hogy érdemes ugye nem elmenni, de az igazi foci drukkereket, meg hát valamit szeretsz, és fanatikusan szereted, úgy se állít meg semmilyen fenyegetés. Csak ugye egy csomó kérdés felmerül, hogy civilként egyébként mit tudsz csinálni egy ilyen tömegrendezvényen, egyáltalán milyen lehetőséged van arra, hogy túlélj egy esetleges, reméljük, hogy soha be nem következő terrortámadást.
támadást. Mert mindenki mond mindent, de amikor ott vagy a tömegben, akkor azért az dermesztő lehet. Nagyon, nagyon, nagyon. Hát a francia hatóságok nagyon elszántak, abban a tekintetben, hogy ők azt mondják, hogy még üres stadionok előtt is, de meg fogják rendezni az EB-t, tehát ők nem foglalkoznak azzal, az EB-nek le kell mennie. Ugyanakkor azt mondják, hogy itt 10-12 ezer különböző rendőr meg fegyveres testületeknek a tagjai lesznek ott, és ezekkel fogják szavatolni a biztonságot, de hát nehéz elképzelni, hogy ilyenkor lenne valami. Tehát amikor ennyire túlbiztosítanak, és ennyire szuperbiztos most egy ország, vagy egy főváros, vagy hát azon francia városokkal az EB-t rendezik, én most ettől kevésbé tartok, mint amikor váratlanul nem számítanak rá, nincs rendőr, és nem tudják megakadályozni. Nem? Hát ennek ha valahol történik, akkor most valahol nagyon máshol nagyobb az esélye. Mert hogy az annyira túl van biztosítva, mindenki oda koncentrál a titkosszolgálatok, gondolom én ez csak laikus beszélgetés, hogy egyébként közben meg valahol egészen máshol, ahol meg kevésbé számítanak rá, ott meg ne adj Isten. Hát, nagyobb esélye történhet bármi, szerintem. Ugyanakkor meg hát némiképp erre az érvelésre rácáfolnak azok az események, amik Törökországban történnek, ott folyamatos ugye a rendőri meg katonai jelenlét az utakon, utcákon, különböző műemlékeknél, idegenforgalmi szempontból a fontos helyeken, és mégis történnek szinte hétről hétre merényletek. Most ugye legutóbb egy rendőröket szállító autóbusz. Igen, Isztambulban. Igen. Hát nem egyszerű, az sem egyszerű eldönteni, hogy az ember menjen, ne menjen. Azt sem eldönteni, hogy ha mész nyaralni, hova menjél, ugye hát a foci EB-n kívül azért számos más helyszín szóba jön családoknál nyáron, hogy elinduljon, vagy most menjen, maradjon Magyarországon, vagy nem tudom, menjél a Horvátországba, talán az biztonságos. Tehát egy csomó kérdés van. Megkérdezzük rögtön Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt. Hello Péter, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello. Na hallgattad már a mi felvezetőnket, hogy egy csomó kérdés. Igen. Menjetek, azt mondom, és mindenki menjen. Tényleg? Igen, tehát... Egy biztonságpolitikai szakértőtől néha mást vár igen. Az ember, vagy inkább óvatosságra intés, vagy az, hogy hát lehet, nem hogy sajnálsz minket, vagy bizakodó vagy? Én bizakodó vagyok egyrészt, másrészt meg én azt mondom, hogy nem félni kell, hanem nagyon-nagyon biztonságtudatosan gondolkodni. Tehát az, amikor az ember... Van ez, tehát hogy mondjam, mi magyarok érdekesen vagyunk összerakva. Tehát mi azt mondjuk, hogy jobb félni, mint megijedni. Nyugat-Európában meg azt mondják, hogy ilyen helyzetekre jobb felkészülni, mint félni és megijedni. Tehát én a felkészülésben nagyon-nagyon komolyan hiszek. Én azt láttam, most előbb pont Törökországról beszéltetek, ott is volt egy támadás, és meg lehetett nézni azt, hogy például egy német turista csoport mellett az idegenvezető egy nagyon-nagyon rövid képzésen vett részt, és a turista csoportot egyszerűen a helyzetből, a rossz helyzetből kivezette, és az egész csoport életben maradt, és senki nem sérült. És egyszerűen azért, mert egy ilyen rövid félórás kurzus, amit ő elsajátított, megnézett néhány videót erről, beszámolt a támadás után, egyszerűen kiszúrta azt, hogy ki a támadó. Tehát ezek nem bonyolult dolgok, ezekre fel lehet készülni, csak mi magyarok egy kicsit ebben, én azt gondolom, hogy le vagyunk maradva. Ne, hogy tudok rá felkészülni, tehát vonulok, megyek ki a stadionból, vagy megyek be, 1000 ember mellettem, 3000-en jönnek, óriási tömeg, megyek, amerre mutatják a nyilak, nézem a jegyemet. Hát ott azért az ember elég kiszolgáltatott, nem? Ebben van igazságod, de én nem is innen kezdeném. Tehát ezelőtt egy körülbelül másfél éve Budapesten egy gyors étteremben volt egy lövöldözés. Igen. Én láttam az első videófelvételeket, és megdöbbentő volt, hogy egyébként mi magyarok hogyan reagálunk egy ilyen szélsőséges helyzetre. Az egyik és legátrányosabb, ami megdöbbentő, és a világ más részén biztos, hogy nincs így. Az emberek egy része annak ellenére, hogy lövésük dörgültek el, és a plafonról potyogott lefele ez a vakolat. Szerintetek mit csinált? Ette tovább a hamburgert. És nem mondott komolyan. De. Hát gondolta, kicsit megkésett a szilveszter, de hát meg, ha már ezt kifizette, akkor most már csak megeszi. Tehát, hogy ilyen szempontból... És már mentek a lövések, amíg ő még mindig elvett. Igen, ott lőtt. A másik kategória, ami egyébként legalább ennyire veszélyes, az abszolút lefagyás. Tehát, hogy fönnakadt szemmel, ott ült, és egyszerűen csak nézett ki a fejéből, nem menekült, nem csinált semmit, és a harmadik, ami megint szerintem mi ránk magyarokra tipikusan jellemző, volt olyan, aki kapcsolt, kifutott a gyorsétteremből, és utána szerintetek mit csinált? Megfordult az ajtóba, és elkezdett az üvegen keresztül befele kukucskálni, mert ő azt gondolta, hogy azon keresztül... Nem mondod, igen, erről talán már régebben beszéltünk, igen. De miért egy osztrák vagy egy német az azonnal lőállásba helyezkedik magára, vagy két asztalt? Mi magyarok, az tényleg szürreális, hogy kívülről benéz, hogy jó, hallottam lövések, megnézem, mi történt, vagy mondjuk ezt tovább a hamburgert, de egy civil... Mi történik ott benne, igen, ezt nézeket? Nem, tehát a németek, franciák nyilvánvalóan ott is azért a
képzésnek köszönhetően, amit a tömegtájékoztatáson keresztül megkaptak, és én még egyszer mondanám a hallgatóknak, nem bonyolult dolgokról van szó, tehát ilyen másfél-két perces videókról, amit néhányszor levetítettek, vagy tájékoztató anyagokról. Párizsban például a metróban ilyen rövid kis képes animációk vannak elhelyezve, illetve tájékoztató anyagok. Olyasmit képzeljetek el, mint amikor a repülőn leültök, és van egy biztonsági tájékoztató, és ki tudod venni az előttetek lévő ülés támlából azt a rövid kis itinerszerű valamit, amiben néhány dolog, néhány rajz le van rajzolva. Ilyesmi van például a francia metron elhelyezve. És ezekben nagyon-nagyon ügyesen és nagyon röviden, tömören össze van foglalva az, hogy nagyon-nagyon lényeges egyrészt a biztonsági tudatosság, tehát az, és ezt tudom mondani a hallgatóknak, és ez 80%-ban megmenti az életet, hogy higgyük el, hogyha egy ilyen dolog bekövetkezik, akkor abban a helyzetben mi benne vagyunk. Tehát, hogy ne az, hogy ez valami filmszerű, ez velem nem történhet meg, nem hisztük el. Ez egy ösztönös reakció lehet egyébként, nem? Hogy az ember ezt eltolja magától, hirtelen így hárít a szervezet is. De ez egy rossz reakció. Tehát azzal, hogyha te megérted, hogy bármennyire is szörnyű, most egy ilyen helyzetbe kerültél, elfogadod, onnantól kezdve tudsz cselekedni. Ez a biztonsági tudatosság. De ahogy te is mondod, ez egy reakció, tehát valamilyen eseményre reagálva viselkedik így az ember jó esetben, de mi van akkor, hogyha egy robbanásban mondjuk adott esetben már te neked nincs semmilyen lehetőséged arra, hát azért rohadt reagálni. Hát az persze. Ott adott nyilván, a két robbanás között lehet valamit esetleg csinálni. Nyilván, nem? De van a másik rész, tehát hogyha történik egy támadás, egy alap dolog, és pont az előző budapesti példámat hadd mondjam, hogy menekülni kell, tehát hogy el kell menni a helyszínről, és húzni magunkkal embereket, ha látjuk azt, hogy valakinek fönn van akadva a szemet, tehát tényleg lefagyott, tehát hogy nem arról történt, tehát nem az történt, hogy vérzik, vagy sérült, és fekszik a földön, hanem egyszerűen annyira megijed, akkor toljuk magunk előtt. Egyszerűen az emberek kapcsolnak utána, és együtt lehet menekülni. Például a Bataclanhoz kapcsolódóan, hogyha visszaemlékeztek, ugye Párizsban volt ugye ez a zöldözés, ott voltak magyarok, ők is elmondták, hogy ők kapcsoltak, és igenis a földön kúszva, négy kézláb fönn az emeleten megkeresték. Igen, megszólaltak nálunk, igen, ott elmondták, hogy valóban tudták, hogy hol a vészkiállat, szerencséjük volt, az egyik fiúnak volt valami minimális helyismerete, mert talán előtte volt ott egyszer, megszólaltattuk őket, igen, és tudtak, hogy valahogy elindult rángatva a barátnőjét. Volt lélek jelenléte, tehát ez tényleg jó, plasztikus a magyar nyelv, tehát hogy tényleg volt lélek jelenléte, el tudtak menni. És nyilvánvalóan ha sikerül elmenekülni, akkor minél távolabb a helyzet. Ne kezdjünk el visszafele bóklászni, ne kezdjünk el katasztrófa turistáskodni, mert egy támadásnak nincs gyorsan vége, tehát lehet, hogy a helyszínen maradnak a támadók. A másik nagyon fontos dolog, például pont múlt héten, hogy mit értek biztonsági tudatosság alatt. Szerintem hallottátok ti is, hogy Los Angelesben volt az egyetemen egy lövöldözés múlt héten, talán szerdán vagy csütörtökön, most igen. És ugye ott készültek belső felvételek, a diákok vették föl. Tudták azt a fiatalok, hogy nem tudnak kimenni az épületből, és nem is biztonságos, mert nem tudják, hogy hol bóklászik az elkövető, és ahogy filmekben látták, és most itt nem ne videófilmekre gondoljatok, meg ne ilyen hollywoodi filmekre, hanem egy-két tájékoztató anyagba, fogták és eltorlaszolták az ajtót különböző szükségeszközökkel, tehát elrejtőztek, lehalkították a telefonjukat, és egyébként meg SMS-be, illetve halkan beszélve telefonon értesítették a hatóságokat, hogy hol vannak az épületben, és meg is mentették őket, és senkinek nem lesz. Igen, de azért ott voltak már olyan sajnálatos korábbi események, amikből lehetett tanulni. Igen, azért az amerikaiak kicsit ezen már azért, hogy ott mindenkinél fegyver van, hordoz egyfajta más tudatosságot. Tehát ők azért ebbe szocializálódnak bele. Az, hogy beleszocializálódnak, én azt mondanám, hogy bele tanulnak, és igen, vannak ilyen helyzetek, de azért ezt is tegyük helyre. Tehát miközben ezelőtt mondjuk 10 éve mindenki megvonogatta a vállát, és azt mondta, hogy persze, hát Amerika, azért Magyarországon is volt egyetemi lövöldözés, tehát ezelőtt pár éve ugye a Pécsi Egyetemen, hogyha visszaemlékeztek, és milyen jó lett volna, hogyha ezek az anyagok és ezek az információk az emberek fejében vannak. Tehát igazán az egészből azt akarom kihozni, hogy nem szabad úgy hozzáállni ehhez a helyzethez, hogy nem utazunk, nem csinálunk semmit, úgyis mindegy, mert tehát ilyen
tipikusan magyar ilyen katasztrófa hangulattal, hogy úgyse tudjuk megúszni. Igenis meg lehet úszni, igenis fel lehet készülni. Egy-két videó ilyen tájékoztatóanyag megnézésével, egy-két tájékoztatóanyag végiggömbökészésével. Ha most kimentek egyébként Franciaországba a rendezvényre, higgyétek el, hogy nagyon sok ilyen tájékoztató anyag lesz, és ezekben, hogyha az ember szár rá egy-két percet, tehát nem órákról van szó, akkor igenis képbe tud kerülni. Mondjuk, a másik az, amit ti mondtatok, hogy hát nehéz egy tömegben. Tehát higgyétek el, hogy Franciaországban nagyon komolyan készülnek erre az Európa-bajnokságra, és olyan biztonsági intézkedések, gyakorlatok történtek, aminek mentén én azt gondolom, hogy a stadionok környéke sokkal-sokkal nagyobb ellenőrzés alatt lesz, mint eddig bármikor is volt. És igazán a szurkolóknak csak azt tudom mondani, hogy a legfontosabb nem a félelem, hanem hogy legyenek türelmesek és együttműködők. Ilyenkor tehát, egyébként hát muszáj nekik, persze, de ez egy közös érdek, hogy nem. Így van. Abszolút. Mit polemizáltunk mi ezzel a dologgal kapcsolatban, meg így felvetettünk mindenféle lehetőségeket, hogy ez a kicsit furán hangzik, ez a, hogyha mi terroristák lennénk, akkor mit csinálnánk, nyilván nem vagyunk és nem is akarunk az lenni, csak hát így próbáltunk így találgatni, hogy ha mondjuk ott egy rendvédelmi szerv felfedez mondjuk egy bombát elhelyezve valamelyik helyszínen, azt ők megtalálják, azt ők közlik a nyilvánossággal, elmondják a sajtónak, vagy pedig inkább csendben vannak és nem beszélnek róla, hogy ne keltsenek pánikot. Ahogy én látom, és ehhez kapcsolatban a legfrissebb hír, hogy például mobil alkalmazást fejlesztettek erre. Tehát most van egy olyan tájékoztató alkalmazás, hogyha valamilyen fajta forró, tehát gyors információ jut a hatóságok birtokába, azt azonnal mobiltelefonokra küldik ki, azzal, hogy hol van a helyszín, ahol baj történhet, és azonnal ott van a mobil, tehát az okostelefonodon az alkalmazás, hogy mit tegyél, merre menjünk. De honnan tudják, hol vagyok? Ez érdekes, de hát... tehát a szolgáltató elküldik az összeszolgáltatónak? Az összeszolgáltatónak. Szóval mindenki tehát, kiküldi az üzenetet. Így van, így van. Vagy, azt értsétek, hogy hihetetlen módon a tájékoztatás elsődleges fontosságú. Igen. Tehát ilyen nálunk is volt, amikor igen. Mondták, hogy üljünk át egy másik autóba. Igen, ez nagyon hasznos tanács volt annak, aki ott ült egy napot, ha fázik, üljön át egy másik autóba. Így előnnel vagyunk, menj át a Német-Norvégra. Vannak nem, nem teljesen erre gondoltam. Nyilván, ha megnézitek egyébként például közösségi alkalmazások, tehát például a Facebook is. Így van, hát ott már vannak erre applikációk, meg gombok, persze. Azonnal segített a tájékoztatásban. Tehát nagyon-nagyon komoly információs háló épült a rendezvényekre, és ilyen szempontból ez is mind-mind bennünket segít, tehát akik ott vagyunk kint egy ilyen rendezvényen, hogy hol biztonságos, hova érdemes menni, és bármennyire is furcsa, amiben megint csak mi magyarok nem jeleskedünk, ha kapunk egy információt, és a hatóság kér valamit, azt csináljuk meg. Nem csinálják a magyarok, hogy az a tapasztalat, hogy ellenállóbbak vagyunk, mint a többi nem nemzet? Nem vagyunk annyira engedékenyek, tehát, hogy mondjam... Már pedig én az Eiffel-tornyot akarom megnézni, ide kell, jössz fel, csomagolod a szemcsét, nem érdekel, megvettük, én elmegyünk. Nekem meg nem mondják meg, hogy mit csinálja. Igen, hát ez a legutóbbi... Louvre az Louvre, akkor is elmegyünk. És hát meglepődés lehet a vége. Tehát, mert hogy a türelem a másik oldalon, a szurkolók irányába megvan egy darabig, aztán hogyha megmondták, hogy mit csináljunk, aztán nem azt csináljuk, akkor azért lehet, hogy meglepődhetünk. Azért elképesztő, hogy tényleg ilyen vagyunkati állapotok vannak idézőjelesen, hogy nem, most már Európában se tudod, hogy mikor, hol, bármikor belekerülhet. Eddig ugye azt hallottad, hogy való robbantás nagyon-nagyon messze, és az embernek ilyen a természete, kevésbé tudott azonosulni vele, de hát azért egy Párizs, egy Brüsszel, Isztambul után azért ez most már nagyon. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért jó, tehát hogy erről beszélgettünk, ez megint egy kicsit szerintem az emberek fejében ott hátul motoszkálós módon, de azért helyre rakja ezt a dolgot. Együtt lehet ezzel élni, és tényleg az a lényeg, hogy nem megváltoztatva az életünket, nem félve. Tehát nem az a megoldás, hogy egy ilyen lövészárok rendszerbe otthon homokzsákok mögé elbújjunk. Tehát élni kell az életünket ugyanúgy. Mi van a magyar rendezvényekkel, például mit tudom, Sziget? Tehát ugye ott oké, hogy mindenkit ellenőriznek, de hát mondjuk egy példát, egy héttel előtte bemegyek, elrejtek valamit, ugye hát azért, szóval ez bármi, nagyon vájt észsel közelítitek meg ezeket a problémákat, szóval kezdelek figyelni benneteket, srácok. Totthány vodkás üveget ástam el a Szigetben, szívesen. Láttam az italárakat, mikor volt a utoljára. Mondtam, hogy a muskátli mellé. 30 karton sör. Most csak gondolkozom, nyilván aki az, hogy ezzel ötletet adtok, nem adunk. Tehát nem hallgatják a Morning Show-t, erről azért lehet beszélni. Csak laikusként
de az emberben ez felmerül, hogy oké, hogy mindenkit ellenőriznek, van egy szand, vagy egy volt, ahol azért ugye nagyon sok turista van, és ugye elsősorban hál' Isten nem a magyar lakos a célpont, de ott vannak franciák, németek. Mondjuk bemegy valaki egy héttel előtte, elrejt valamit, bemegy egy érvényes jeggyel, tudom, hogy mindent megtesznek a gerendaiék, hogy ne legyen könnyű, és akkor egyszer csak fölcsatol valamit, beáll a nagy színpad elé, és azt mondja, hogy hello. Hát ezt nagyon megakadályozni sem lehet. Célpont lehet mondjuk egy ilyen multikulti rendezvény, mint a Sziget? Európában az ilyen rendezvények célponttá válhatnak. Igazán, hogyha az amerikai figyelmeztetéseket nézzük, ugye ők a foci EB kapcsán mondták, illetve Lengyelországban lesz most egy katolikus világtalálkozó, hogyha jól emlékszem, azt hiszem Krakkóban, amivel kapcsolatban konkrét terror figyelmeztetést adtak ki. A terror stratégiái, és nem ezek a palesztinkendős, szakállas, kalasnyikovos emberek, hanem több nyelvet beszélő olyan stratégiák. Twittert, Facebookot, internetet használó, Európát ismerő, itt élő emberekről beszélünk. Így van, tehát stratégákról beszélünk. Igenis az ilyen rendezvényeket lista szerint, tehát egy ilyen kockázatanalízis szerint, illetve hát kommunikációs analízist is végeznek. Bármilyen is, hát ugye ti a kommunikációhoz nagyon-nagyon értetek. Tehát az, hogy egy-egy ügy kapcsán az a terrorszervezetnek mennyit hoz és mennyit visz. Tehát mennyire hozza a támogatókat hozzájuk, mennyire tudják a világnak megmutatni azt, hogy ők mennyire kemények. És hát ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Kelet-Európa jobb helyzetben van, mert a mi rendezvényeink, annak ellenére, hogyha nagy rendezvényeket is tartunk, azért a terrorszervezeteknek az ilyen listáinak abszolút a végén található. Mert hogy szimbólumrendszereket támad mindig egy terrorszervezet. Tehát nekik fontos az, hogy Párizs ne legyen biztonságos. Párizsban egy sét az abszolút az európaiaknak az életében, a bakancs listáján az embernek ott van, hogy tényleg hát Párizs is egy jelképes helyszín. Így van, Európa fővárosa. Tehát, hogy ezeket támadják, nyilván 100%-os biztonság nincs. Azért a konkrét példádra visszatérve, az, hogy te ott valamit elrejtesz, tehát azért most már egy rendezvény előtt egy területnek az átvizsgálása, keresése, szkennelése, tehát sorolhatnám, rengeteg annyi technikai eszköz lett bevezetve, idehozva Magyarországra, amin keresztül egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest, most nem azt mondom, hogy fény évekkel előrébb járunk, de nagyon komoly fejlesztések történtek. Csak egy utolsó kérdés, hál' Isten, hogy ez ilyenkor maga a rendezvény szervező cégnek a feladata, tehát mit tudom én, tényleg a gerendaiéknak kell, vagy kapnak külső segítséget abszolút, rendőrségtől, tektől, nem tudom, és jönnek ilyenkor ők is segíteni, hogy hát azért ezt nem lehet csak mondjuk a szervező cégre bízni. Ők ezt hivatalból megkérik, hogy kapjanak segítséget, és abszolút az állam oldaláról, politikától függetlenül, tehát bármikor is, ha ilyen rendezvény volt, akkor az állami segítség az jár nekik, most ilyen furcsán mondom, de tényleg így van, és a legkorszerűbb eszközökkel végzik ezt a munkát. Péter, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hasznos volt. Szerintem sok érdekeset mondtál. Köszönjük szépen. Mész egyébként? Nézel focit? Mi nem nagyon értünk, mi csak tévéből. Kimész esetleg? Vagy kidrukkolsz? Én most nem, mert dolgozom. Dolgozol. Hogy nekem most így nem fér be, de nézni fogom a foci EB-t, persze, ezerrel. Jól van. Nagyon köszi. Vigyázz magad. Tarján, köszi. Biztonság politikai szakértővel beszélgetünk. Köszi Péter, ciao. Hát érdekes dolgokat mondott azért, nem? Ne, igen. Nem tudom, mit lehet csinálni. 9 múlt, pontosan 3 perccel jövünk Ákos hírei után. 3:49. Hát mennyi lenne más, 1 perc múlva lesz egyik, hogy még hát, csak ja. Ne arra, hogy kijavítalak. Siet a laptopom. Remélem, hogy ott tett az állapotodnak ez egy jó kis zene. Major Lézer, nem tudom mi. Major Lézer, figyelj, Major Lézer bennem vér átömlesztett. Tehát Major Lézer az most nekem olyan volt, mint nem is tudom, neked egy vegaburger. Most megjöttem. Major Lézertől most egy jó friss vegaburger. Én most megérkeztem Major Lézertől. Úgy oda pirított ez a Major Lézer, hogy egyszer rettenetesen oda pirított. Bejelentkeztél házi orvosodnál? Beszéltem kezelőorvosommal, gyógyszerészemmel, és azt mondta, hogy látogassam meg délután. Uh-huh. És ad antibiotikumot. Ne legyen rajtam semmi alulról. Olyan cuccom van. Roppolás. Ne, dokikám, nem, most csak antibiotikum érjövök. Dokikám, hagyjuk, most tudom, hogy ezzel is foglalkozom. Hagyj csak, hogy most egy antibiotikumot. Már itt se vagyok aztán. Hallod, a múltkor jön, mint felbáztam kapegyet a doktor, hogy a pucinom, az képest, ez a öcsi. Azt tudod, mivel vágott ketté az algopirint? Algoflexe. Na jó. Na, hát akkor nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy
Igen, nincs ma Feri, nincs ma Feri. Nincs. Csinálj továbbra is úgy, mint nem lenne. Okay. Feri, mondhatni, ma nagyon csöndes. Okay. Ma nagyon csöndes. Most ott alszik valahol a sörsön. Igen. Kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy hol látták Ferit, mintha Ferit láttam volna. Hát az a baj, hogy túl szellemeseket írtok. Tehát mintha Ferit láttam volna nádasban, Google-ba, pont, és már jönnek az SMS-ek. Jön egy-kettő, ami igen. Egyébként jó. Igen. Ezekből csinálunk egy nagyon jó kis válogatás, és holnap az első megszólalásban szembesítjük majd Ferivel. Igen. Szerintem Ferit láttam Zamári Szabastrannal a nádasban át hosszú szakállal és hajjal a kezében egy Wilson márkai röplabdával épp szemet rajzolt egy rúzsal a labdára. Igen. Amikor végzett előkapott egy bicskát és száját faragott közben. Éppen kiáltott, ne arra úgy Wilson, mintha Ferit láttam volna. Rózsaszín görkorcsolyában száguldott egy pitbull kergette Feri, egy banánt majszolt, majd azt ordította egyszer egy manó egy pitbullt megette, és bár most jönne hely-hó. Uh-huh. Nem pitbull, pitabull. Pitabull, így van. Pitabull és a rottweiler. Nem jó az emberbeteg. Hallottad a Jákó papagány sztoriát? Hogy milyen helyes történetbe keveredett egy Jákó papagány? Nem, Jáksó. Igen, a Jáksó papagány. Általában képes hangeffektekkel együtt visszamondani mindent, jaj, amit ő látott. Tudom. És hát valami ügyes maga a Jákó papagány. Nagyon okos. Valami okos. Ha előző este te megmutatsz ügyes, neki... Ügyes, ügyes, de inkább okos. Igen, ha előző este megmutatsz neki egy filmet, akkor ő hangeffektekkel együtt visszanyomja. Ha abban azért lehetnek kellemetlen pillanatok, amikor mondjuk nincsen otthon a család, és mondjuk olyan jellegű filmeket nézel, amiket a Jákó papagály vásnap. Igen, ha beragadt a DVD. És szemtanúja volt egy Jákó papagáj Amerikában a gazdája halálának, és azóta azt üvöltezi, hogy ne lőj le basszus, ne lőj le basszus. Ezt üvöltezi a papagáj. És állítólag tud egy csomó fontos részletet, a gazdája feleségét is lelőtték, de egyébként túlélte, de annak emlékezet kiesése van, és a papagájból azt próbálják kiszedni, hogy ki mondhatta kinek, hogy ne lőj le basszus, az ügyészség pedig fogja a fejét, és nem tudja, hogy ez most bizonyíték, vagy nem, hogy van nem, egy papagáj. Mit csinál, a fantomképeket mutogatnak neki? Nem, képzeld el, hogy a feleség hangján mondogatja, hogy ne lőj le basszus, ne lőj le basszus, Jézus, aki egyébként közben kapott egy lövést. És a papagáj pedig a feleség hangján mondja vissza az egészet. De hogy próbálják meg kihúzni belőle azt, hogy ki volt az elkövető? Mondanak neki neveket? Elhitted ezt a sztorit, dehogy is nincs a szárnya alatt. Most találtam ki, dehogy is, ez kamik. Ja. De hülye, hogy elhittél ilyen sztorit. Ez kamik volt. Normál, Febi, persze. És a biztos úr, tudom ki a tettest, tartóztassa le, ott van a kerevet mögött. Persze, hülyeséged, de nincs ilyen. De hülye vagy, ezt így benyaltad. Ezt totálisan bekajáltam. De hülye vagy. Elsőt az utolsó morzsáig. De hülye vagy. Na nézzük már is, hogy mi a fel. Hányra kis proli van. De hihetetlen, mennyire kis lőrinci van. De várj, hogy lenne? Persze. Hát egy papagája, ami visszamondja a tett, hiszen ő a koronatan, és majd kihallgatja az esküdszék, nem meg az ügyész. Feltehette ki kérdéseket, hogy ül a papagáj jobb kezén a Bibliával, nem? Én is beteg vagyok. Már kaptam már tőled valamit. Nem működik az agyam. Hihetetlen, hogy tudsz benyalni egyet. Tényleg te találtad ki? Szerinted van ilyen sztori? És mit? El kell tudsz képzelni egy rendőrt, hogy kihallgatja a papagájt? Járkál leföl a papagáj. Bent a kihallgató szobában hárman állnak az üveg mögött, lesötétített üveg mögött, és nézik, hogy van-e a papagáj. Csak a saját dolgodat nehezíted meg ezzel. Igen, a papagáj pedig lefőjárkál, vagy van egy bilincs a lábán, oda kötöző az asztalhoz. Voltál te már a Sing Singben? Tudod, milyen ott? Igen. Szia, 30 évvel bezártál. Na ez megint milyen sztori volt. Voltál a Sing Singben? Jézus, 1916-ban bezárták. Mert már akkor veszélyes volt. Hány éves vagy, Jézus? Már mikor átvitethetünk az Alcatrazba. Jézus Isten, hol élünk a 60-as években? Persze, hogy nincs ilyen sztori. És akkor a kis papagáj nem akart vallani? Leraktak neki mogyorót? És kifütyülték a szájából? A vallomás? Dehogyis. Tök hülyeség volt. De hát mindenben nyalsz, mert hiszékeny vagy. Tudtad, hogy az idősekkel már együtt jár ez a fajta hiszékenység? A hormon, ezért tudják az idősebbeket jobban kirabolni. Tényleg? Nem. Ezt is begyaltad. Atya úristen, mennyire hiszegény vagy. Hogy tudod ezt is elhinni? Normális vagy? Nem figyelsz te? Na, megmutatjuk, mi a beugró hármas ugrása? Szerintem legyen így. Legyen így, mutatjuk. Ez nem nehéz. Ez nem, és ebben van egy nagyon jó dal. Igen. Egy nagyon jó dal. Szúcsó? Nem volt benne Szúcsó. Nem, mutatom még egyszer. A harmadik, az egy nagyon jó dal. Meg van mi a harmadik? Aha, meg. Fogalmas. Megmutatjuk, lehet, hogy leadjuk. Viszont. Ja? Igen. Viszont van egy nagyon érdekes hírem, ami nagyon izgalmas. Csodálkozom rajta, hogy az egyébként... Várjál, igaz? Persze, hogy igaz. Ja,
az egyébként a friss, exkluzív és jelentős és nagyon fontos és aktuális hírekre nagyon-nagyon szenzitíven és érzékenyen reagáló Ákos elment mellette. Klein Dávid megy a K2-re. Igen. Ebben az évben ez már a második 8000 feletti csúcs, amit meg akar hódítani. Június végén megy egy mászótársával együtt. Azt megtudom, hogy a barátnője nem örülte neki, hogy meghódította az Anna Purnát. Igen. És most ott legyeskedik a K2 körül. Nem figyeli magát? Ijedetlen már Anna után már a K2 is kell neki. Tényleg? Nagyon durva. Nagyon durva. Hát K2 ez egy hihetetlenül veszélyes egy csúcs. És azért egy éven belül két 8000-esnek nekifutni. De az Ákos az szőrös tökű profi. Ő nem reagál egy ilyen hírre. Tessék? Nem tudom. Ákos nem reagál ilyen hírre. Megmássza. Oda megy. Felér. Lejön. Áki bemondja. Most érted? Én holnap kitalálom, hogy megyek az Everestre, nem fogja bemondani. Nem, hát árnyékra nem vetődik. Mondjuk a Klein Dávidnak azért már nagyobb az árnyéka. Ja, igen. Ezen a téren. Ákos profi. Megmássza. Lejön. Aki bemondja. Ilyen csipcsup, megyek ide, megyek oda, Ákos nem. Nem, Ákos arra nem reagál. Bárki bármit mondhat, meg állíthat magáról. Ez egy nagy dolog. Az nagyon ez nagy. Egy nagy dolog. Suhajta Szilárd lesz egyébként a hegymászótársa, akivel együtt indulnak, és hát fantasztikus dolog. Hát ugye azért azt mindenki tudja, hogy egy óriát 8000 feletti csúcsnak a megmászása fizikailag hihetetlenül igénybe veszi a szervezetet. És most nekifutni az egyik legdurvább csúcsnak a Himalájában, egyszerűen felfoghatatlan. De nem kell ilyenkor pihenni egy kicsit, vagy hát rákészülni? Dehogy nem. Ő most úgy érzi, hogy benne van a Jedi, hogy menni fog neki ez a második, és hát nagyon szurkolunk. A Suhajdát, akit említettél partnernak, azt hiszem már bemondta. Hogy hívják? Úgy. Suhajda Szilárd. Őt már bemondta, azt hiszem. Csak a Kleinnek a neve nem jutott az eszébe? Persze. És most következők egymás híreink. Bemondta csak a társának a nevét, aztán ment tovább. És most időjárás. Felvezette. Ugye te megint mond valamit. Hogy elindult, elrejt a hírekben, egy ilyen elindult. Fölkapod a fejed, két hét múlva odaért. És aztán majd várod, hogy érted, ő fölépíti ezt. Nagyon. Most csak annyit mondod, Suhajda. Aha. És utána ment tovább az időjárás. De ugye mindenki, ahol akarja, vagy tudja. Igen, emelkedik most a benzinára, és aha, most Suhajda. Nézzük igen az időjárás. Ennyi volt. Úgy ez összeget ütöttem a fejükbe. Na, majd ezen elgondolkodok, vagy nem. Majd csepegtetek még egy kis plusz infót a következő hírekben is. Mindig egy pici. Suhajda is menni fog. De vajon hova? Ákost meg kell szólaltatnunk, mert... Tényleg. Igen. Mert ugye egy pár hónappal ezelőtt berobbant az egy kis pete, ugye? Berobbant a pete. Persze. Morzsa került a reaktorba. Nem erre gondolok. Igen, erre gondolok. Holnap. Itt van. Holnap van a nagy nap, de most csak egy mondatot mondj róla, aztán majd 9 után beszélünk, hogy te holnap... Te csak annyit mondtál, Suhajda. Szóval... Holnap van a nagy nap, gyerekek, illetve szerintem holnap utántól lesz az igazán nagy nap, amikor ti foci EB-nek szurkoltak, addig én a túlélésre fogok hajtani. Így van, szülsz. Egy, hát én nem mondjuk, igen, meg le is fogytam, úgyhogy kösz, de hogy a... Most... Ja, most vagy lefogyva? Ja, igen. Ugye még egy tízes... Hát nem egy sikersztori. Igen, holnap jön a kislány, az egy év három hónapos kisfiú mellé. Azt a betyárját! Hát, fiatal párok, hogyha esetleg valaki szeretne, vagy gyermekvállalásban halkodik, akkor egy hétre bármelyiket. Ha tudjátok, kölcsön, hogy lehet venni a csokot, szóljatok, basszus, mert lassan aktuális lesz. Ez jó. Kemény lesz. Ez igen, kemény lesz. Hát eddig sem nagyon aludtatok. Hát nem sokat. Hát most ez az, de kettő. Megvan már a név. Mi úgy mentünk be a másodikra, hogy nem tudtuk a nevet, és a kórházban már nem akarták elhinni, hogy mondjunk már valamit, mindjárt megszületik. És a Viki rám nézett, és azt mondta, hogy legyengültem. És mondtam, hogy hát nézd, kicsim, ha azt akarod, akkor én nem szeretem a gültemet, de legyengültem. És azóta így hívják, Sebestyén Noé gültem. Azt igen, mondta, Viki, legyengültem. Nagyon szép. Jó van, édesem. Hát fura név, de azt mondod, legyengültem, akkor... A Petézek is szép egyébként, nagyon tetszik, mert az a másik neve. Elnéztem a dokkert, és ugye milyen szép ez a kis gültem. Van már név? Egyébként tényleg úgy mentünk be a kórházba, hogy nem tudtuk. Nekünk megvan, de egyébként 3-4 hónapos verekedés volt belőle. Úgyhogy aztán végig nagyjából én győztem. A nem, feleségemmel. Na, mert mi? Luca lesz végül. Luca? Luca. Luca. Nem jó? De hogy is tőle. A Luca nagyon szép név. Szerintem nagyon igen, szép. Igen. Na, majd mennek az ezek. Van valami székesztori, amire emlék, de nem tudom, hogy hova kell, mikor kell elmondani. Ez
fogja hallgatni egyébként. Szerintem mindig úgy érdemes nevet választani, hogy milyen viccet lehet belőle. Hogyha ez egyből séróból két vagy három nagyon rossz szójáték belőle, akkor már nem szabad választani. Tudod, mi lesz? Na, belutatjuk ki! Nem tudom, még nem láttam. Hát ugye az apja alapján mondjuk még bármi lehet. Én is csak monitorom. Na jó, mondd el a híreket, aztán egy kicsit mesélj, hogy hogy készültök, jó? Jó. Jó. Csak elmondom, egy gyerek kevés, kettő sok. Én mindenki valahol ezt mondja, az a bőle kezdve. A kettő között van a nagy igazság. Hát most komolyan, ott vagyunk, tényleg. De így sem egyszerű. Tehát most kettő között vagyunk pont még holnapig. Nem egyszerű azért egy dinnye csömpésszel otthon. Nincs is szebb, amikor ez mondja az ember a pályáról. Kicsim, nem, látom. Ma is, is megettél egy örömmét. De legalább újra közel kerülhet majd a mézcsurgatod a csuporhoz. Na majd erről is kérdezzük tényleg. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, jó? Persze. Ez az, ami nagyon fontos. Aztán jövünk vissza. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Rázd a tested, Jani! Ez az, dobálom a kis testemet minden irányba, és két kézzel tolom el magamtól a testemre és lányokat. Tested, tekerd a tested, jaj de jó kis. Jó, ez csak az utána jövő effektől mindig olyan érzésem támadni, hogy kiütött volna a tűz az épületben, és kirohanik a folyosóra, menekülve sikolt az, nem ez a pi 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 pi. Jövő, ott már vett fel a fülest, az egy ilyen figyelmeztető, készülj rá, szedd össze a kis gondolataidat, gondold át, hogy mit akarsz mondani a kis szácskáddal, vegyél egy kis levegőcskét, és aztán kezd el kipréselni magadból szavak formájában a fejedben felbukkanó nagyon kreatív gondolatokat. Erre szolgál a pi-pi. Én is élesítem magam, és azt mondom, bajnok, hívnak. Nem, indulj. Én becsukom a szememet, és már látom, hogy jönnek be a lánglovagok az ajtón, aztán pedig kis ernyett testemet viszik ki. Ahol... igen, ami már majdnem pont túléltél, nem lehet semmi baj, de kifelé menet rád esik egy ajtófélfa, tudod? Nagyon klassz. És így keresztbe. És a tűzoltónak semmi baj nem lesz, csak én engem egy ilyen 3,5 tonnás, vagy egy parázsló gerenda fogalom. De alattad még kimennek ketten, hogy visztek a vállukat, ők is megmenekülnek, csak te nem. Hát igen, kinek mi van megírva, ugye? Szoktál ezen gondolkozni, hogy mi van megírva? Hogy nekem? Igen. Én nagyon szoktam. Sokat gondolkozom ezen. Én kicsit rájöttem, hogy nekem minden felkelés egy újjáéledés. Én kicsit úgy fekszem le minden este, hogy minden este kicsit meghalok, és aztán minden reggel újra felkelek. De ezt érted? Ez egy tantrikus lefekvés. Nem csak úgy lefekszünk, hanem elbúcsúzunk, átgondoljuk, összegezzük, lefekszünk, kicsit odaadjuk magunkat a halálnak, és aztán reggel boldogan kelünk föl, és aztán megint felkelünk, megint lefekszünk. Az a felkelés, érted? Én meg már azt hittem, hogy az a felkelés, amikor az elnyomott nép a barikádok vonul, és az önkény uralom ellen harcol a szabadságáért. Akkor nem ez a felkelés? Nekem egyre többször van ilyen gondolatom. Igen? Én nem tudom miért. Nem, mert rohadt fáradt vagy. Ez is igaz. Megfejtettük egyébként. Nem tudom, valahogy meghalok egy olyan hírt, és ezen kezdek gondolkodni. Hogy kinek adatik meg az, hogy ágy van párnál közt, kinek az, hogy máshogy, hirtelen, gyorsan, lassan. Nagyon sokat gondolkozom ezen. Nagyon sokat, és nem tudom a kis fejemből kivenni ezeket a gondolatokat. Nagyon gáz. Mint mizimaszkó, járkálok a kertbe, ütöm a fejem, és én ezen már, dolgozom. Én már azon gondolkodom, hogy ha esetleg eljön az elkerületetlen vég. Legyenek ott csöcsöt. Akkor valaki újra számra. Nem, hanem hogy... Én szívesen megközöm. Én emlékszem, hogy Morning Show fűsorra, ahol ezt elmondtad egyszer júliusban, hogy ha itt a vég, valaki újra rá, hát itt vagyok. A jobb partjában találsz majd egy listát, és azon lesznek azoknak a nevei, akik ne üljenek a számra, jó? Előre is köszönöm, jó? Hosszú ez a lista, de hát minek szól. A csejöknek. Itt vagyok én. És már ott is vagyok. Szóval, hát fel se tudja, lehet ez ember. Hogy akkor már gyorsan jöjjön. Hát, gyorsan jó, jöjjön, hát ezt kívánja mindenki. Hogy ne az legyen, hogy mit tudom, én rám tolat egy villamos, vagy ilyesmi, a villamos most tud tolatni szerintem. Hogy valami, és akkor is szépen nem lassan egy elszivárog belőlem az élet, mert az nem jó. Meg eleve egy csomó selfie csinálnak velem, és felkerülnek az internetre ilyen hülye pózban. Tehát, hogy azt nem akarnám, akkor már gyorsan jöjjön. Az a baj, hogy abban a pillanatban, tehát hogyha lassan jön, és van időd agyalni, akkor mi fog az eszedbe jutni? Nem az, amit megcsináltál, hanem az, amit nem csináltál meg. Az nagyon hosszú lesz az a lista. Illetve nem az, akit és nagyon mérges leszek magamra. Az, akit nem csináltál. Ez se, őt se. Nem, én. Minden az utolsó dolog? Micsoda?
Hát amit csinálnál? Mikor? Hát még fölmennék a Kassa Tibi oldalára és lájkolnám az utolsó posztot, ha drüljön a Tibi. Á, te a fene se tudja, nem tudom. Igazából nem tudom. Hát milyen körülmények közepette ér, ugye? Hát ez egy érdekes dolog. Hát nem biztos, hogy bármire lesz lehetőség. Én nagyon sokszor álmodom olyat, hogy kilépek a testemből. És ezek nagyon életszerűek, tehát nagyon-nagyon-nagyon valóságosnak tűnnek. Feri most is ezt álmodja szerint. Jó, a Feri most éppen való az ő teste, hogy alsó őrsön van, de a lelke már szántódom. Már ül a tihanyi réve. Igen, és ahogy írta nekünk, az egy 500-asra szívja fel a zsemle morzsát. A tepertő morzsát. Igen, Feri lelke valószínűleg most ér vissza a testébe. Igen. Tehát neki ez egy nagy asztrál utazás volt, és most kezdi a kis ezüst fonálon keresztül visszamenni a gazda testéhez. Na, de mit szoktam érezni? Érdekel? Igen. Most. De jó lesz. Nagyon sokszor álmodom az, hogy lelőnek. És valószínűleg ez egy ilyen múltbeli tapasztalat vagy élmény, és képzeld, hogy egyébként nagyon érdekes maga az élmény, hogy mi történik. Nem egy színházba ősz, nagyon furcsa ruhákba vagytok? De persze, igen, nyussunk már oda, megy magasarkon körülöttem, és egy férfiak állnak mellettem boával a nyakukba félmeztelenül. Miért mindig ide lyukadunk ki? Mondjuk óriási, hogy én Abraham Lincolnra gondoltam. Ja. Jó, hát most nem tudod, hogy azért a klasszikus művetség terén nem ugrik be egyből minden. Mondok, mindig ezzel jössz elő. Persze, mert akkor tolboás férfiak vesztek, majd körülé pedig magas sarkú címbe vagyok. Miért kell mindig ezzel előhozakodni? Csak ezt akartam megkérdezni, mennyi az idő. Miért nem lehet egyszer ez? Ne. Istenem, miért nem fogadhatják oda el, hogy én más vagyok, mint a többi? Értsétek meg. Az egész gyerekezés, család, alibi. Nem erre gondolom. Na már holnap lát. Coming out, Balázs. Nem erre gondolok. Maga a tapasztalat nagyon életszerű. Igen. Honnan jön, én elképzelem? Vagy az átéltem, és ez egy ilyen tudattalatti emlék, ami az agyadban valahogy átszökken a tudatosságodba, amikor ugye mondjuk alszol, vagy a tudatalattiból jön föl. Minden hirtelen nagyon tompává válik. Látom még a mozdulatokat, realizálom, hogy egyébként már vége a dolognak, de semmiféle fájdalomérzet, ijegység, rossz nincs a dologban, hanem nagyon életszerűen konstatálod, hogy ez tulajdonképpen most ennyi volt. És az a legfurább, hogy minden zaj, és minden, ami az álmodban történik, az baromira letompul, és olyan, mint egy ilyen halvány szűrőn keresztül kezdenéd el látni a képeket, ami veled történik. És utána még látod, hogy mit csinálsz, eldőlsz balra, ide-oda mész, de már minden nagyon-nagyon homályos, és esik szét tulajdonképpen, és közben olyan, mint amikor esik a hó, tudod, és így letompulnak a zajok. Na, így tompul le minden. Aztán mindig fölébredek. És mindig ugyanez? Nem. Ja, mindig más? Mindig más. Hát akkor szerintem nem, akkor nincs összefüggés. Akkor biztos nem az előző életed. Én mindig kb. Ugyanazt szoktam álmodni, mint amikor a Galaxis Utikalós toposoknak az elején van az építésvezető, aki Genghis Khan leszármazottja, de igazából nincsen ezzel tisztában, csak mindig lát ilyen fura jeleneteket, amikor házak lángolnak, mindig üvöltetik. És ez történik veled is? Emberek fekszenek a földön, nyíl veszel ki a hátukból, vagy ilyesmi. Én nekem meggyőződésem, hogy valami kis, hogy hívják, mondjuk mongol emberke voltam, aki vagy szögdécselt ott a jurták között. Vannak ilyen élményei, vagy ilyen tapasztalataid, igen? Mindig, amikor meglátom ezeket az embereket, akkor érzem a rokonságot. Nem lehet, hogy csak a testméret miatt? Most mondjátok, hogy Kalim Abdul-Jabbarral is jobban lehetnél, de hát... Érdekes, hogy soha nem jut ez eszembe. És Góliát sem. Furcsa, hogy vonzott szapra, vágott szemű kicsi emberekhez. Igen, érdekes dolog egyébként. Na mindegy, jó van, nem is erről akarunk beszélni. Nem, most egy picit elkalandoztunk. Feri ma nincsen, egyébként lent van még mindig ugye a Harley Festival, az asztal. Aranyosak vagytok, írjátok, hogy Feri ma milyen csendes. Kapott egy nap eltávot egyébként. Megérdemli. Koncert volt. Koncertezett, ki, szórakoztatta, oda dobta magát a közönségnek. Nagyon lelkesen mindig, amikor ő ezt teszi, és most egy picit pihen. Holnap már, ha minden igaz, akkor érkezik. Játszottak egymás után a világslágereket. Igen, hát egy Best of zenekar, amikor ugye hát mindenféle világsláger. Jártam-e Best of koncerten? Hát nem, azért ez nekem rövid az életem. Jó, oké, minden számokat ismerjük, de ettől függetlenül még nem láttuk őket. Én nem látom, de ők nagyon nagy bulit csinálnak. Igen? Nagyon jó bulit csinálnak. Aha, igen, nagyon nagy bulit csinálnak. Hallottam hírüket. De mindenféle gondoskodás nélkül. Na, viszont amiről akarok beszélni, gyerekes szülőként szenzációs applikációra bukkantam, képzeld el. Van egy ingyenes applikáció, ami arról szól, hogy te diagnosztizálhatod a saját gyerekedet. Milyen tekintetben? Hát most melyik szót nem értetted? Hogyha a gyerek.
Ha beteg, akkor beírhatod, hogy, hogy milyen tünetei vannak, és elmondja neked ez az applikáció, hogy, hogy mi a feladatod, érdemes-e orvoshoz menni, nem, ha nem, akkor mit csináljál, hogyan tudod enyhíteni az ő kínját, baját. És 99%-ban azt mondja, hogy hívjál fel egy orvost. És az applikáció mindig írja, hogy ebben az esetben telefonálja a házi orvosának. Nem, mondjuk egy példát, este 10-kor otthon ülsz, nem tudsz senkit fölhívni, nem akarod az ügyeletet még hívni, bizonytalan vagy, akkor az applikáción keresztül fel tudsz hívni, vagy fel is tudsz hívni orvost, van egy bizonyos limit, orvossal is tudsz beszélni akarsz, de meg tudod állapítani, nyilván a köhög, milyen köhögés, száraz, nem tudom. De nedves. Beírogatod a tüneteket? Tónak. És beírogatod a tüneteket, és megfejti az applikáció, hogy mi baj. És ezt egy szülő találta föl, aki hirtelen nem tudott hova menni. Nem tudom, hogy jó vagy nem egyébként, amikor is egy applikáció alapján fogjuk gyógyítani a gyerekünket, de valószínűleg ez a jövő. Igen, de az információkat, ami alapján diagnosztizál, azokat honnan szedi? Ő bogarázt össze az internetről? Hát nyilván maga az applikáció az föl van töltve, igen. Tehát van a gyereknek egy hurutos köhögése, vagy száraz. Egy orvosi lexikonnak az anyagát így rátöltötték? Hogy mit tudom én, van egyfajta betegségre jellemző tünetsor. Igen, hát és akkor valószínűleg kidobja, hogy ez. Pöttyös a nyelve ez vagy az, akkor meg tudod fejteni, hogy nagy a baj, nem nagy, hívjál dokit. És van egy doki a végén az applikációnak, akivel ha akarsz, akkor van egy beszélgetésnyi limited, mondjuk napi 3 perc, hogy azért mondjuk 60 pluszos nénik ne nagyon hívogassák állandóan. Magányosan hívogassák. Rezsőként. Csináltam egy jó paprikás krumplit, ha esetleg gondolja, viszek belőle. Marika, letenném a telefon, nagyon sokan várnak. De még azt mondja meg nekem. Szóval van egy limited, hogy azért ne szórakoztasd az orvost, aki ott ül egyébként bent az ügyeletben, és várja, hogy te felhívd. Ez jó? Ez jó, ez kifejezetten tetszik nekem. De nyilván az orvos lebeszéli arról, hogy oda menjenek, mert amúgy is túl sokan vannak, és túlterheltek, és stb. Hogy inkább otthon kezelje magát priznitzel. Felhívunk egy ilyen dokit? Megpróbálunk applikáción keresztül? Én most diagnosztizáltam saját magam, én rájöttem, hogy nekem konzultációra van szükségem. Nekem konzultációra van szükségem. Hogy semmi baj nincs, csak kis törődésre, külön plusz figyelemre és gyengétségre vágysz. Amennyiben szükségesnek érzed, konzultált gyermekorvosainak egyikével. Tehát jó. Ott ülnek bent a dokik. Jó. Konzultáció felhasználható időkeret 3 perc 0 másodperc. Tehát van 3 percem. Jó. Vannak tüneteim. Ezt a részét értettem. Jó. Tünetei is vannak, jó. Igen. Akkor most hívjuk fel. Jó. Rányomok a konzultációra. Jó. Vagy a zöld telefon ikonra. Az is sokat segít. Van egy csecsemő és gyermekgyógyászunk, és van egy másik csecsemő és gyermekgyógyászunk. Aha. Mi a kettő között mi a különbség alapvetően? Az egyik fölül van, a másik alul? Mármint az egyik felsorolásban? Tök mindegy, bármelyikre. Nem vagyok gyerek. De lehet, hogy gyerekbetegséget kaptál el, amit korábban nem kaptál meg, és most jön ki rajtad. De jó, hogy mondod. Ugye, hogy nem vagyok annyira hülye, mint amilyenek látszódom ez alapján a pár év rádiózás után? Tehát mondjam azt, hogy nálunk van gyerek mondjuk, aki beteg, igen. És most én is nagyon tüsszögök. És arra gyanakszol, hogy? Uh-huh. Fruzsina vagy Laci? Fruzsina. Fruzsina? Fruzsina. De hogy lehet? Léci, egy gyerekorvos, nem áll, legalább most ne. Jani. Miért jobb lett volna azt mondani, hogy Laci? Hát azért, érted. Laci. Le kell majd most vetköznöm, szerinted előtte? Hát most azt mondja majd az applikáció, hogy ezt nyújtsam ki a nyelvem? Igen. Akkor belenyújtom a telefonba? Szerintem igen. Jó. Kérjük, várj. Zsebdoktor. Nem fog tudni beszélni. Kérjük, várj. Zsebdoktor. Nem ő a zsebdoktor. A jobb kezem, miért? Mit keres ott a jobb kezem? Igen, zsebdoki. Nagyon ügyes. Mindig jól el vagyunk. Zsebdoktor. Kérjük, várj. Zsebdoktor. Hát így hívják ez az applikáció. Ez nem valami gúnynév. Kérjük, várj. Az, hogy Fruzsina most valakivel éppen beszél. Igen. Tehát nem tudom elérni. Jó, pultra tettük a telefon, tehát ha Fruzsi itt lesz, akkor ez csak nekem elvileg megjelenik. Fruzsiról van egy fénykép, egyik még nagyon helyes, hogy telefonál. Ez élőkép, ami megmerevedett? Nagyon figyel. Nagyon ez a fura, ez az élőkép, megmerevedett. Van egy mosolygós kép, hogy telefonál. Hihetetlen. Valószínűleg nincs 3G-je. Kérjük, várj. Igen. Ez alatt a gyerek, hát ez alatt ez komplet felgyógyul. Hát ez felgyógyul. Kettő komplet mumpszát megy rajta, érted? Kérjük, várj. Várunk. Jó van kincsem. Fruzsi nagyon elfoglalt. Kicsi. Minden, semmi baj nem lesz. Itt van a Fruzsi néni, csak másról beszélget, hogy a rossz életben tegyem. Na. Nagyon fáj. Kincsem, jaj. Jól van, na, majd kapsz nézét, császár morzsát. Kérjük, várj. Neked palacsintát. Jó, amiért a part. Fruzsi nagyon elfoglalt, nem tudjuk felhívni Fruzsit. Uh-huh. Jó, akkor... Jó, akkor Laci. Hívjuk Lacit? Akkor Laci. Laci? Na várj, mégsem. Visszadobott nekem konzultációt, azt mondja, hogy Laci, kérjük, várj.
Jó. Lacinál is kimereved. Hívás. Uh-huh. Hívás. Na, de azt hittem már Fruzsival beszélget. Vegye már föl. Kezdek hírtopipa lenni. Pistike, Pistike, vedd be azt a kupot, Pistike, apád intézi a telefon, Pistike, üljél a felekedre a segedre, apád beszél a doktora. Hatodikat Pistike. Adom be. Pistike, na. Pistike, való, üljél a Pistike. Nem akarok leülni, gyakorok menni játszani a többi gyerekekkel, apka. Pistike, a rohadt életbe, ülj már, apád kigazod. Hagyja, becsold, nem, nem, most megkeresem azt a szolgálati fegyveredet, tudom, hogy dugtad. Pistike, ha még egyszer hozzányúz a szolgálati fegyveremhez, nagyon ellenek. Már a magánszektorban vagyunk, nem volt elég, hogy kirúgták apádat az ORFK-tól. Na, nem, nem, nem hívja, Laci is elfoglalt. Jó, hívjuk fel a dokit akkor élőben, aki kitalálta ezt az applikációt. Jó, mi van, őt sérjük el. Akkor hívjunk fel engem. Jó. Akkor és elmondom adás, hogy milyen dühöteim vannak. Felhívjuk a dokit, és megkérdezzük tényleg. Egyébként ez egy jó ötlet, szerintem sok szülő ennek egyébként örülhet. Jól hangzik. Igen. Dr. Király Balázs itt van velünk a vonalban. Hello Balázs, jó reggel, ciao. Végre valaki. Halló, Király Balázs vagyok. Balázs, hello, morning show, szia. Jó reggel. Balázs. Hello, sziasztok. Hello. Na, figyelj, teszteljük az applikációt. Egyébként gyereke szülőként mondom, hogy az ötlet baromi jó. Ez igaz, hogy egy szülőtől jött? Megkeresett egy barátom, aki tényleg szülő, amúgy filozófia tanár, sokat gondolkodott rajta, hogy nagyon-nagyon bosszantja, hogy a felesége többször fölkelti éjszaka valamilyen tünet miatt, és akkor utána bemennek a hosszas húzavona után Sződről a Heimpál kórházba, és 2 óra várakozás után kapnak 10 csepp fenisztilt. És hát valami olyan lehetőséggel kéne gondolkodnunk, ami tanácsot ad ilyen helyzetben. Amikor nem akarom fölhívni az orvosomat, vagy nem érem el, vagy éppen elmenni, de mégis kéne valami hathatós, hiteles segítség. Tehát ne azt, hogy az interneten kezdjek el böngészni, hanem legyen valami megbízható, tényleg olyan forrás, ami tuti biztos lesz. Hát ez a zsebdoktor. Ha most próbáltuk két dokit is elérni, de egyelőre nem jutottunk el. Valószínűleg nagyon foglaltak, vagy? Ez az egyik lehetőség, hogy hívják őket, igen. Aha. Igen. Éppen ülnek, mert szerettem volna magam diagnosztizálni. Igen, a Balázsra van egy kis probléma, és megszerettük volna kérdezni, hogy mi lett, akkor már a a harmadik germicid kúpot nyomtam magamba, és most már azért... A lényeg az, hogy itt messze nem arról van, hogy a szülők diagnosztizáljanak is bármit, vagy telefonon akarnak gyógyítani, tanácsot akarunk adni. Aha. Tehát a gyógyítás azért sokkal komolyabb dolg ennél. Itt mi tényleg abban adunk tanácsot, hogy most rohanni kell, várni kell, mentőt kell hívni akár, vagy tényleg egy pusztán arról van, hogy meg kell nyugtatnunk a szülőket. Igen, mert ugye hát főleg aki ugye kezdőszülő, az sokszor pánikba tud esni, és akár vagy egy tünetet félreértelmez, vagy azt hiszi, hogy nagyon nagy baj van, közben a baj nem komoly, csak nyilván nem tud hirtelen mit csinálni. Így van, és hát van tényleg valóban az is igaz, amit Jani mondott, hogy sokszor az a vége ennek a telefonbeszélgetésnek, hogy kell orvosi segítség. Tehát ezt nem tudjuk kikerülni, túl van biztosítva a rendszer, nehogy valaki egy telefonos applikáció miatt kerüljön nagyobb bajba. Tehát ez túlbiztosított rendszer, viszont rengeteg olyan szituáció van, amikor telefonon elegendő egy megnyugtató higgadt szó, ami egy általában szülők számára orvostól hiteles, és ez tényleg a zsebdoktor jelen pillanatban Magyarországon. A napi kredit azért van, hogy azért, amiről beszéltünk, nyugdíjas nénik ne hívogassák mindig dr. Lacit, aki a harmadszorra veszi föl Marika néninek? Mert tehát, olyan kedves a hangja. Mert olyan kedves a hangja, és picit unatkozik? Nem, ez a napi kredit, ez egy ingyenes 3 perces lehetőség. Ja, hogy utána már. A fölött már ez egy maga a hívás díjas. Egyébként az applikáció az ingyenesen letölthető. Azért merünk róla mi is beszélni, mert egy tök ingyenes applikációról van szó, persze. Igen, és ezek a tartalmak, ezek azok is maradnak. Van egy olyan szint, ami fölött úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy fönntartsuk ezt a rendszert, nem tudjuk a hívások terzéjét ingyenesíteni, ez a 3 perc fölötti rész. Uh-huh. 2.59-nél mi is lehetettük volna? És na, akkor sokan használják, ez a lényeg. Tök jó. Nagyon jó ötlet szerintem, főleg amikor az ember tényleg az első gyermek után végigmegy a különböző betegségeken, hát sokszor azért jóval nagyobb pánikba tud esni, mint ami valójában történik. Jó, jó ötlet, Balázs, rukkolunk, hogy menjen. Szerintem, ha sokszor az eljut, sokaknak lehet segítség.
Töltsétek le azért, doktor. Már mondom, hát én már Szilvit próbáltam fölhívni. Szilvi nagyon elfoglalt volt, kicsit szomorú vagyok. Élő adásba akartuk kapcsolni. Balázs, köszönjük, jó munkát neked. Hello, köszönjük szépen, doktor Mugály Balázsra. Beszélgetünk, hello. Na, ez egy jó kezdeményezés. Szülői találékonyság. Igen, meg tényleg ez, amit ő is megfogalmazott, hogy legalább van valaki, aki hiteles és két megnyugtató szóval helyre tudja tenni az egyébként picit, talán mokkal ok nélkül, de túlvezérelt szülőt. Igen, amikor a szülő tényleg pánikba esik, hát arról egy külön témát lehetne egyébként csinálni. Na jól van, játszunk egy jó kis hármasugrást. Már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kiver a víz. Na, ne nevezi Vera. Kérem, ne hívjam Verának. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Anett, hello, honnan? Szia. Honnan hívtál minket? Sziasztok, Budapestről. Budapestről. És mit csinálsz? Dolgozom éppen. Hol, mit? Bankban. Mit? Hát elemzek. Elemzel? Igen? Igen, igen. Mindenféle tőzsde grafikonokat? Vagy mit? Nem. A című könyve. Igen, hogy főzünk gyorsan 3 percben? Ezzel vajon mit akar? Gluténmentes szakácskönyv, nagyon jó, most teremzem isteni receptek vannak benne. Anett, hát és egyedül van, nincs is kolléganő, ott melletted valaki, senki? De vannak, hála Isten, és hallgatják, ők is próbálnak segíteni. Igen, ott vannak most az irodában, itt összebújva? Igen, itt vannak. Hányan vagytok? Hú, 17-en. Atya úristen, 17-en vagytok egy irodában? Igen. És mindenki azért jött, hogy meglegyen neked az ajándékcsomag? Nem, dolgozni jöttek, csak segítenek. De helyesek. Ez ilyen amerikai iroda, hogy mindenki lát mindenkit? Igen, olyasmi. Az jó, én azt bírom. Hát, fel ne tudja. Ez valahogy ugye az intimitását elveszíti a munkahely. Hát igen, kicsit sokan vagyunk mi. Van saját konyhátok? Vagy ez is olyan, hogyha valaki megmelegít egy kis tegnapi pörköltet, akkor mindenki érzi. Mindenki egy sorok. Hát van saját konyha, de nem túl nagy. Na jó, van, mehetünk, Jani? Vagy mehetünk, Anett? Természetesen, hajrá. Így szól az első kérdés. Mi volt a vezeték neve a Pogány Madonna című filmben a Bújtor István által megformált szereplőnek? Ötvös. Ennyi. Az Ötvös Csoki, ugye. Így van. Nagyon jó vagy. Azt mondja, hogy mi legyen a második kérdése. Mehetünk. Melyik az amerikai Egyesült Államok leghosszabb folyója? Mississippi. Hú, de jó vagy! És ez csak így fejből? Igen. Nagyon jó. Segítettek. Ki segített? A kollégám súgott. De nagyon jó. Nagyon jó. Amerikából nagyon jó. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Próbáljuk meg. Tóti menni fog. Ez milyen debil kérdés? Mi? Hát a harmadik. Hogy mi legyen a harmadik kérdés? Nem. Nem, mondom, a harmadik kérdés maga, milyen debil kérdés. Hát most mit csináljak? A férfiak 90%-nak fogalma nincsen róla, én most nem tudtam, hogy egyébként egy hölgyel fogunk rá játszani, aki ráadásul még hiperintelligens is. Na figyelj, ezt nagyon gyorsan kell mondani, jó? Igen. Oké? Okay? Megpróbálom. Na figyelj. Melyik évszám? Tess, gyorsan mondja, melyik évszak? Könnyű a válasz, nehéz a kérdést feltenni. Melyik évszakban születnek a nyilasjegyűek? Kutyafája! Pedig már ott volt a nyelved, én éreztem. Hogy elrohant az idő? Így van. Bizony. Ez lett volna. Na, mindegy. Hát. Minden segít neki. Hát mondtam, hogy gyorsan kell a kutyafáját. Tényleg. De sajnálom. Ugye a vágó nem így nyomta? Így nyomta, ugye? De sajnálom. Megint spóroltam 6 milliót az RTL-nek. De sajnálom. Lesz egy kis évvégi bónusz. De szép kérdés a kutyafáját. Jól van, jó, oké, mondtad, oké, megadjuk. Egyébként tényleg tél, november 22, december 21. Így van. Így van. Nyilas. Nagyon jól tettétek. Ezeket én sem tudom, igazam ajánlának, ebből a pasik nem jók. Nem jók. A hölgyek séróból rögtön vágják, de hát... Hát mi mindig nézzük. De jók vagytok, de tényleg. Mindig nézitek, hogy egy pasi mikor született azt, vagy mit néztek? Persze, hát azt meg kell nézni. Komolyan? Igen. Na jól van, Anett. Nagyon jó. Nagyon ügyes vagy, nyertél egy ajándékcsomagot is. Jaj, de jó, köszönöm szépen. És itt Kalódik valahogy a szerkesztőségben egy Egyensúly és Növekedés című könyv is, Matolcsi György. Igen. Mindenképpen el fogom. És most láttam, hogy kaptunk 3 példányt Rákai Filip könyvéből, és azt is mindenképpen továbbítjuk, bár iskoláknak szánták, de szerintem hasznos olvasni való. Olvassátok el. Így van, most rendeltek belőle cirka 70 millány.
Kutyafaját. Miért nem a szigorúan bizalmasban rendelni? Érted ezt? Ja, értem. Komolyan mondom. Jó könyv meg porosodik. Ha ne, puszilunk. Köszönjük. Én is puszilok. Ciao. Köszönöm. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az egy Filip ebbe hogy belenyúlt? Hát nagyon. Nagyon érzi. Nagyon érzi, hogy mit kell írni. Saját kiadásban. A betyárját. Otthon pörgetik a kézi nyomtató. Filip hajt egy ilyen rokkaszerű, amit szerzett valamit a Landerer és Heckenazból. Még 48-ból maradt rá. Vuka, 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 vuka. Tehát miről így? Hát nem tudom. A Szabadság tér 89. Iskolásoknak. Tehát nincs elég baj az iskolásoknak. Iskolásoknak? Ez mi, valami geocaching-es sztori? Nem. GPS koordináták. Biztos valami tök fontos. Szerintem küldeni fog nekünk belőle dedikált példányt. Filko? Aha. Biztos, hogy küld. Biztos vagyok benne. Már remélem, hogy küld. Hát. 70 is ért. Az én könyvem meg? Hát. Nem ment el ennyibe. Itt meg csak egy misi van. Nagyon rendes. A Mihály nagyon rendes, rendes. Igen. Nagyon szeretjük. A Misi nagyon jó fej. 10 múlt, pontosan 7 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk, és jól van, túléltem ezt a reggelt, azt hittem, hogy rosszabb lesz. Már nem veled. Nem erre gondoltam, hanem amilyen állapotban voltam reggel, hangilag, meg közérzetileg, ahhoz képest egészen belerendültem. Na de, most szólok. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Noszáll, Sanyit sikerült elérnünk Amerikában, mert hogy Sanyi kint van Amerikában, és kiderült, hogy hollywoodi sztárokkal fotózkodik, és világhírű teniszezőkkel, sőt, több, hát a világ első, a Djokovic-sal is, meg Leonardo DiCaprio-val. Nagyon nagy. Így van. Nagy és felhívtuk Sanyit, aki nyilatkozott nekünk, nagyon kedvel minket, mi is őt egyébként. És meglepett minket néhány viccel is. Meglepett minket néhány viccel, és mesélt a világsztárokról, hogy milyenek, amikor kicsit civilben vannak, milyen Gerard Butler, milyen Leonardo DiCaprio, hogy kell őket elképzelni, amikor például Leonardo röplabdázik. Leonardo nem annyira teniszes, ő inkább nyomja a röpit. Nagyon jó, nagyon jó. És az előző reklámról jutott egyébként eszembe, hogy két pösszebb beszélget. Szerinted kikbányásznak Alaszkában. Aranyászok, kösz, most nem kérek. Szóval, hol tartottam? Ja, igen. Drága hallgatók. Ezen kívül pedig néha egy-egy ilyen műsor is belefér. Tarjányi Pétert elhívtuk biztonságpolitikai szakértőnket, nagyon kedveljük, más, mint a Nógrádi, de másról is beszél. Más, mint a Nógrádi. Te például, hogy megnézed a profilját. Nem, arra akarok kiukadni, hogy mindig, amikor biztonságpolitikai szakértőket hívunk, akkor mindig kapjuk az SMS, hogy Nógrádi. Tarjányi Pétert inkább tényleg tehát ő másról tud jobban beszélni, pontosan ezért választottuk őt. Arról beszélgetünk, hogy az gyakorlatiasabb. Ember, gyakorlatiasabb, így van, meg hát nyilván tapasztalata is van. Arról beszélgetünk, hogy az ember az EB-re kimegy, akkor tud-e figyelni valamire, mire figyeljen, veszélyben vagyunk-e, és ha már úgy döntünk, hogy megyünk, szerintem is úgy kell dönteni, az ember megteheti, menjen, akkor hogyan kerülhető el a baj? Nyilván az, ami kiszűrhető, hát persze arról beszéltünk, most melletted valaki robbant, azt nem lehet. És nagyon sok konkrétumot mondott Péter, hogy mire kell odafigyelni, és hogy a magyarok mennyire alul képzettek, vázolt is egy kicsit. Amit mi megdöbbenve hallottunk, ami állítólagosan ugye Magyarországon történt. Úgyhogy hát erről beszéltünk ma reggel, már is jönnek a nap legjobb pillanataiból. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A rádió műsor halála, viccmesélés, ezt ne felejtsetek el. Így van. De néha mégis nagyon jó, ugye? Hát a Nagyit is szeretjük, de azért ja nem. Szóval, hogy mi van? Ja, figyeljék, néha lehet. De tényleg, most ilyen hangulatban volt. Most hát most ez így jött. Egy-két viccet elsütött. Nem ígérjük, hogy soha többet, semmikor. Tudjátok, itt a Feri nem olyan könnyű viccelni. Mellette nem könnyű érvényesül.
mert imádjuk, szeretjük ilyen, ami Ferencünk megérdemelte egy Best of koncert után. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Most jelenleg meg elmegyünk. Egyébként Feri legjobb poénja az utóbbi 10 évvel kislemeznek az egyik oldalán. Gennyes vagy. De azért persze rögök. Na. Hívjuk már is. Nincs show, az, azok mi vagyunk. Abszolút, nincs show, mi vagyunk. Hazaértünk. Hello, sziasztok, sziasztok. Szia. Nagyon szerettük a Míres viccedet, nagyon szerettük. Nagyon jó. Hát, gondoltam, elküldöm azt, hát a sikerült. Hát. Nagyon köszönjük. Nem írtad alá, hogy hívna? Robi vagyok. Robi. Ezt miért mondtam háromszor? Úristen, bevert az algó. Jézusom, sosem, gyógyszerérzékeny vagyok, úristen, akkor kicsit mindig rosszul leszek. Robikám, hol hallgatsz minket helyileg? Merre vagy? Hát én Sárvár mellett. Sárvár mellett. Jól van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Szia. Ciao. Ide egy hallgató, basszus, az oroszlános poén csak most esett le. Hát lassan. Hogy jön le az oroszlán? És nem a fáról, a falról. Teljesen reális. Nem a falról. A falról. Mi? Hogy jön mi? A falról? Hol lenne? A falon. Lion. Hát igen, kell egy kis idő, de szerettük. Na. Nem szabad elfelejteni, hogy hol a véradás lesz. Ez most szerintem a legfontosabb információ a holnappal kapcsolatban. 7 órától 12 óráig lehet jönni ide az Üllői út 102-be, hozni kell magatokkal egy személyigazolványt, lakcímkártyát és a tajszámot is jó, ha tudjátok fejből, sőt nem csak egyszerűen, hogy jó, ha tudjátok, tudnotok kell. Nem baj, hogyha van piercingetek, de meg kell mutatni, főleg ha intim helyen van. Azon kívül a tetoválás a probléma. Fogom, holnap Aranka megnézi a mag piercingemet. Jó barács, köszönöm. Elég. És még mindig jön. Elég. Rá tudok akasztani 5 kg kristály cukorot. Elbírja. Ja, mindegy. Szóval, hogy nem érdekes, ha fél évvel korábban varratatok, az már nem számít. Annál korábban sajnos az kizáró ok. 50 kilónál legyen nagyobb a testsúlyotok. Higgyatok sokat, egyetek sokat. És mi kell még? Még ne legyetek 65 évesek. Na most megint mi bajatok az öregekkel? Mi baj a vörös keresztnek? Miért kell diszkriminálni az öregeket? Én se értem, miért ilyen kirekesztő. Miért ilyen kirekesztő az öregeket? Ne, ez a véradónak a saját érdekében. Ja, értem. Hát az még nekünk se lenne jó. Bizony, van elég bajunk, hogy nem. Bizony, hogy nem. Egyébként tök jó járulékos ilyen előnyei is vannak a véradásnak, mert HIV szűrés, hepatitis szűrés, szifilis szűrés. Úristen. Gyakorlatilag, ha valaki sírva megy el, akkor ott már nem volt jó a vérkép. Igen, na drága hallgatók, holnap rajtatok a világszeme, gyertek, jó? Vért adni, mi pedig jövünk. Még ezt akartam mondani, hogy minden tizedik véradónak adunk mi egy... Mi lesz szombaton MDF piac, vagy mi jön? A harmadik kerületbe? Vagy egy Klassz FM-es órát, vagy pedig egy bögrét adunk ajándékba. Ezt csak úgy mondom. Tessék enni vért adni. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán Csabitól kérhettek majd dalt. Jó lent van egyébként a sörsöm. Ákosnak lehet egyébként gratulálni, mert jön a második gyerek, is nagyon örül neki, és örül neki, hogyha az SMS falon nem csak az gyalázó SMS-ek vannak, hanem olyanok is, amit így van. A Csabi egy picit késik, az csak azért van, mert most jelen pillanatban egy gumicsizmában áll a nádasban, és kell be, hogy Feri! Ha-hú! Feri! Holnap hatkor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Csáv! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre a